Szerintem ott van. Ott ment Steve. Ott megy motorral a faszi. Nem vett észre. Az ő? Az kajak? Az ő. Jó. Steve, oké. Okay. Chat. A mai live-ban, hát nem betörni, de be fogunk menni Steve-éknek a sillóházba. Normannal meg Mamcával beszéltem, úgyhogy ők elvileg tudnak a történetről. Most elment, meg tudjuk, hogy most Steve elment, mi a fasz csinálni? Motor tisztítani ment. Lemossa a motort, mert igen. Ezt az infót kaptam, hogy fél hat, és amúgy igen, fél hatkor megy Steve motort tisztítani, úgyhogy most lépett le az öreg, és Norman be fog minket engedni, és hát nem megprenkeljük azt, megprenkeljük a Steve-et, viszont szeretném, hogyha elővedd, ami nálunk van. Hátulról. Csomó. 6004. Jó, G. Köszi. Srácok, ugye, hogy mondjam, néztem a Laura és Norma részt, én nem live-ba, de mondta Steve, hogy gyerekek, hát nekünk oda kellett volna készíteni pólókat neki, hogy már mire megjön Marokkóból, addigra már nála legyen a póló, hogy milyenek vagyunk. Hát de mi nyilván nem akarjuk csak úgy odaadni. Mert nincs fel a gesztus, látod, nem vagyunk igazi üzletemben. Nyilván mi szemtől szembe akarjuk odaadni, szóval elhoztunk egy csomó pólót. Jó, szerintem... Hallod? Beállok, be tudok állni? Hova állhattok meg? Aha, nem tudok beállni? Beállni? Hát figyelj, nem tudom, hogy ez így hogy jön majd, akkor be. Baszki, látni fogja akkor. Látni fogja de az autót. De már most is, ha nem ismeri fel. Előre, nem oda, ismeri beállok fel. Oda beállok, szembe a búzásba, az nem zavar. Beállunk az a bokorba. Beállunk a bokorba, mindjárt jövünk. Chat, beparkoljuk az autót a bokorba, hogy ne vegye észre a Steve. Hát nem tudunk az a pultvarra beparkolni, mert akkor egyből észreveszi az autót. Amúgy ide megállnak, ez itt senkit nem zavar. Ja, ez itt jó a sarkon. Remélhetőleg a szomszédok is zavarja. Chat, megjöttünk. Gyertek a mansionbe, üdvözöllek titeket, nézzük. Köszönjétek itt Normannak, de jó illatod van. Replika. Ez milyen replika? Aha. Majd én is. Majd adsz egy kicsit. Jó. Mit szólsz? Hát aha! A lili-lili-lalul a táncolt. Hülye, én itt még élet, azt a mindenit! Gyertek be, srácok! De azért vad lett volna, hogyha ide betörünk. Nem mertünk így jönni, csak hogyha Steve nem tud róla, de mi meg csak azért értetek, azért értesítsünk valakit, de... Hát Cset, ide amúgy nem lehet betörni, hát ezek van 8000 szintű védelmi rendszerek, ott a kamera gyerekeknek, ott van még egy riasztó minden. Hát igen. Na, azt a milyen szürreális bent lenni, Chat. Menjünk a házba. Azt terveztük, igen, hogy felkempelünk, valahogy felkinálunk a garázsnak a tetejére, hogy ott ne lásson minket, azt mi meg így kandi kamerába veszünk. Mi ez a zene? Fucking templom, tesó. Ja, itt egy templom. Only Jesus Christ, ja, igen. Van akkor egy létra a garázsba, pont abban a garázsban van egy fontos a tetejére. Akkor először gyertek be a cuccokat, tegyétek. Menjünk be. Ezek mondani két pitbull van, valahol el vannak rejtőzve. Csetbe jutottunk a házba. Levette, Jézusom! Ember! Ezek azok a kis kutyák! Ezek a videóból a kutyák? Hallod? Ezek olyanok, mint tudod, az így nevelt a sárkányodból, van az a kis gombot. Jaj, de jó! Én nem merek. Ez melyik? Ő a Yoda? Kösz szépen! Hallott, hoztunk, amúgy nem tudom, hogy most odaadhatjuk a pólót. Nektek nincs méretben. Ja, le kell venni a cipőt itt? Ahogy akarod. Hát csak le kéne, van papucs. Fel lehet mosva. Hát figyelj, ezt tudod adom nektek, de hát most... Na szétszó lesz a papca, hogyha nézzél, leveszünk a cipőt. Bazd meg, akkor nem vesszük le a cipőt. Joki, bazd meg. Nem olyan, nem saras a cipőnk amúgy. Ő melyik? Ő a Yoda? Yoda. Az a Joki. Az a Joyski. De miért ilyen nagy bőr? Olyan, mintha az epizódban lennénk, de ide hozzá nézzük. De tényleg para. De mi ez a hang, baszki? Lafog a kutya. Ez mi? Jó, Chat, megyünk végre? Jó, oké, működik, van lát. Ez az a szemüveg. Ez papca szemüveg. Ne idegesíts. Papca szemüveget. Mi van? Sziasztok, én vagyok Steve! Mi van?
Jó lesz. Jó lesz, jó. De most mennyi idő még visszaér a Steve? Elment egy 10 percre kávé. Basz, meg sietnünk kell. De szerintem... Hát jó, alaposan most mindent amúgy... De hol van a mosó? Pesten? Vagy hol? Pesten? Hát hol van? Ember, van három mosó nyílt. Itt? Bazd meg! De még fel akarok nézni, felnézhetünk? Gyertek fel, jó. Megnézem a setupot. De ennek olyan jó ilyen nyaka van. Hát mert ezért mondanak harcik, hogy csak... Na a külső alapján, nézd meg! Nézd meg! Elég kemény. Mi a fasz? Nem bírok felmenni. És ez nagyon szürreális. Milyen izé csiga lépcső jövünk. Ne idegesítsetek. Chat, most you alive? Jó, itt vagyunk. Ne idegesíts. Ez a setup. Bár a mikrofon meg van kigyúrva. Ne idegesíts. Azt figyeljétek, chat, hova jöttünk. Hülye, ez a gép, ez akkora, mint a féltestem. Ez kemény. Hát ja, ez a setup-ocska. Nagyon adom. Streamelsz ma? Ma nem streamelek. Milyen nem streamelsz? Héten kéne egy kettőt még. Segítség! Segítség! Jaj, de jó. Tiszta szőrös leszel, szőrös leszel. Egyétek! Ez meg rám fingott. Azt nézd már, hogy ide pekszik. Nagyon hímjós. Ezek tényleg harci kutyák, basszok. Letepertek? Hát belenyalt a fülembe, azt nem hallottam. Bassz meg! Na most így én is támad. Tudom, én is tudom úgy, mint a videóban, nézd, vedd erről a szemből. Én is így simogat. Ja, mint a Laura szokta? Ha? Figyelj. De az a kutya, ez mindig Laurával van, nem? Ha, vagy csak a videóban? De figyelj, most olyan vagyok, mint a videóban. Van a pöcse? Nem utolod. Én egy kell. Szia. Ott kell így a pöcsétől 5 centire. Bassz meg. Ki van ábrándi? De szereti nagyon. De még most jövök, úgy érted? De most ő a lány, a Yoda? Vagy mind a kettő fiú? Mind a kettő panci. De most ő is akar, ő simogast. Na. Féltékeny lesz, ezt összebúnyózná. Jaj, mi ez? Ez mondta! Azt a kurva, milyen szőrös lett a póló. Na, majd kicseréljük. Na hallod, Norman, amúgy neked most odaadjuk a pólót, jó? Igen? Aha, hoztunk nektek. Lent van. Vére választ, éretek, mondjuk lehet, hogy csak egy éretek. Húzol le! Jézusom, Chad. Rendes félek lejönni ezen a lépcsőn. Na, látszik, hogy Milyen pirosat néztünk neked? Az jó. Vannak pirosak, fehér van. Van igen, fehér és piros, és te választasz, hogy melyik tetszik. Amelyik tetszik, ha próbáld fel, szerintem az S-es az jó lesz amúgy neked. Jó, hogy ezt, aha. Tessék, piros S. Kurva jó anyaga van. Nagyon jó. Jó? Felpróbálom most, hogyha nem P. Itt levetkőzöm, ha nem tiéd le a tűz. Inkább megfordulja, minden, amúgy veszlek téged. De mit akarok? De te ilyen Louis Vuitton meg ilyeneket szoktál hordani, azokhoz képest az anyaga az milyen, de most őszintén. Őszintén? Aha. Meg vagyok lepve. Ne idegesíts már. Pozitív csalódás, tényleg. Igen? Aha, elég komoly anyaga van, meg olyan, tudod, olyan jó kényelmes, tudod, nyáron. Amúgy ez olyan, hogy nyáron így nem izzadsz bele, mert ez ilyen szellő. Igen, ez a oversize, nagyon. Tök ja. Jó, nézd benne, tudod, de tényleg jó. Vagy valaki az utcán, tengerparton, hát figyeljetek. De akkor elmegy az ilyen izé szupermárkákkal az anyaga. Meg figyelj, tessén, tudod, mire gondoltam? Én arra gondoltam, hogy most ilyenkor kaptál egy pirosat, válasz egyet Fatimának, te tudod a méretét, ez tőle egy ilyen bocsánat kirendék, és akkor ez ilyen couple pólót. Jó, jó, hát jó. Melyik a legkisebb méretet? Hát az X-es, ez nem X-es, tudom. X-es, de az nincsen itt fel. Lehet, egy S-es. Neki szerinted milyen? Piros vagy fehér? Piros, akkor lehet a piros, piros kell neki is. Jó, köszönöm szépen. Ezt be is viszem gyors a szobámba. Olyan dejavűn van, baszod. Jó, mert? Ugyanilyen pólóba voltál is, mert ugyanígy, ezt már én odaadtam egyszer normális. Hát az nem lehet. De ez már megtett. Ezt megállottad? Jó. Oké, ezeket viszont dugd el, mert ha jön a Steve, akkor ezt nem szabad, hogy meglássa. Ezeket tömjük bele gyorsan itt a táskába, aztán siessünk fel, mert én a garázs tetőre. Jó, de hallod, Norman? Igen. Hol a Steve szobája? Itt a parfümájszom, hoztam neki. Ezt használod? Várjál, ez csak... az egyik. De ez mennyibe kerül?
Hát ez nem tudom, 60 ezer könyv. Mész a fasz. De most ez van rajtad? Nem, most replika van rajta. De az hogy szóval? Van az négy. Az hol van? Gyere. Ez itt a szobám, itt van egy akkora monitorban. De mik ezek a képek ember? Mi a ez fasz? Ez hisz, hogy ez a mániája vágoz. Milyen képeket tesz fel, gondolhatod? Jó kis képek. Igen? Ezt használ. Túl van. Ezt használ. Ez. És ez mennyi egy ilyen? Nem ez, jó. Ez is 60. Nek nagyon jó illata van. Fúj, hát nyugodtan. Nem kell. De most itt alszik a Steve ebbe? Dehogy is. Most hol szokott aludni a Steve? De várjál, te itt alszol? Ez az én szobám. Adom. Hát ilyen kis csirna már át kell festeni a zöld, egy kicsit ilyen. Adom. Gyere, megmutassam a Steve szobáját! De várj elébb a Lauráét! Oda bemehetünk most? Nem, oda nem mehetünk be, nincs itt van. Bemehetünk. Várj, benézek előttem. Mennyire van a rendetlenség? Jó. Ott ki vagyunk, Téna a Steve szobáját? Bassz meg, oda nem megyek be. Jó. Én bemegyek a Laura szobájába, azt cancelölnek. Steve szobáját. Ki vagyunk téve állítólag a izé. Én arra nagyon kíváncsi vagyok. Tudod a képet, amit adtunk meg. Csett, de Steve szobáját az még nem látta senki, nem? Itt egy ilyen hosszú folytó. De Steve szobáját azt még sose látták. Hát igen, már ez itt a Steve szobája. Az igen! Az komoly, tesókám! És tudjuk, vagy valamiért a falon, mondjuk ezt nem tudom. Ó, bazd meg! Fejbe rúgtam a kutyát véletlen. Ezt nézd már, ki van itt hátul. Természetesen ott csak Laura van. Mögött. Igen. Jó, hát ezt mondom. Geci! Milyen komolyban van az öreg. A családja ki van rakva. Ezt adom, itt még sose jött. De miért van egy lélegeztetőgépe a faszinak? Mert izéje van. Amikor alszik a csávó, tudod, van ilyen rossz alvás van, ez egy betegség, és hogy néha is horkol, meg ilyenek. Baszki. Csak kell neki használni, mert szegénynek szar az alvás, nem pihenteti. De kemény. Tehát ez mostanában nagyon sok embernél hallom, hogy vesznek ilyet, mert amúgy tényleg jó kis zavarvás, nem csak betegség vesz. Olyanok siessünk, mert tényleg itt most. Jó, csak szét akartam nézni. Ja, csak azért sieti is kell. Hát te sérsz, hogy barna kutyus fejbe lettem, véletlen az út a sánt. Akkor jó a sánt. Fasz. Én nem akartam. De az amúgy is sánt. Akkor menjünk, ez így. Nem hogy ott, mert úgyis a motorral nem fog bejönni ebbe a háza. Ezt a szobámba tegyétek be. Ezt én visszük fel, jó? Azt akarjuk, hogy elé akarjuk dobni. Nem! Semmi. Vannak a mörcsök. Ezt rá akarjuk dobni Steve fejére, van benne egyébként 10 kiló tömörvas. Fogd meg ezt a... Acél. Ebben vannak a pólók sár. Hát ezt húztuk kicset a Dunából a filmben. Csak most ezt oda akarjuk ott dobni, majd papceli, hát ha megijed, érted? Egyszer csak a égből leesik egy ilyen társadalom. Jól áll a póló amúgy. Köszi. Várj, ez becsukol. Aha. Hallod, hogy nekem az a kedvencem, amikor nyakon öntöttétek Steve-et onnan a tetejéről. Azt rekreálni tudjuk? Vizet? Aha. De jó. De hülye, itt a motor. Ja, jó. Hú, de befostam. De várjál, oda menjünk fel. Az megtart minket az a tető? Minden igaz, igen, mert engem az autó. Csak az a terv, én azt akarom rekreálni, amikor leöntötték nyakon a Steve-et innen a tetőről. Jó. Mi a De nem tudja nézni a kamerákat telóról? De, tudja. Igen? Nem tudta, és miért nézni, érted? Ja, most elugrott motort mosni. Az meg még medencéjük van vágod, mi kemény. Ember. Kellett rajta róla húzni, de... De még ez nem jó medence, nem? Annyira buták voltunk, hogy vasas vizet a foodmoodban engedtük bele, nem a rendes vizet. Ja, és nem jó. Ja. Ez általában ilyen... Húzni, hát de ezt ki lehet tisztítani, nem ilyen üzé? Hát nem tisztítani, le kell engedni az egész, vasas az egész víz. Az gatya. És hát mi megoldjuk, mert nem akarunk ennyi vizet elpazarolni. Mert ez a medence amúgy... Hány literes? 400 ezer liter? 400 ezer? Azt a kurva. Lehet, nem tudom. 20 méter ez a medence. És mit tudom én, hány kemény. Hát ha 2 méter mély és 20 méter hosszú, akkor... Jó, hát tudom, most csak nem megyünk be. Na, menj fel, Lorról, menj fel.
Az jó, azt meg lehet oldani. Ez meg, ez sima. Tessék. Ezt vedd át. Jó, elbíratot is. De Norma már levette a pólót, Chat. Már át lett véve minden. Táska fenn van a helyén. Most mindjárt mi is a helyünkön leszünk, és akkor csak várjuk Steve-et, hogy megérkezzen. De aztán tényleg nagyon csendbe kell lenned, meg semmilyen... Nem lehet lelőni a poént. Odaadom a kamot. Hallod? Egy vödör vizet hozzatok már, nem? Nyakor öntjük tesó Steve-et. Az tetszett. Az jó prank volt. A táskát, nézzük meg, hogy mit reagál, és miután megfordul, és így felnéz, hogy az, honnan jött ez a táska, akkora vödör. Jó. Tudod, így bele az arcába, amikor tudod, hogy már ránk néz, már néz minket, hogy ti két okos, érted, az mennyi lenne? Vagy valami vízipisztoly, kajak. Kajak valami vízipisztoly, és csak így csippengetni, és nem ért, hogy honnan jön a víz, tudod, már úgy fingja nincs a faszinak. Tudod. Hallod, bazeg? Egy igazi pisztoly. Mi fasz? Csak így belelőnk mellé a földbe. Te hülye vagy, te nagyon hülye vagy, tesó. Te mi a faszomról beszélsz, Mihály? Ne lövöldözzünk már, ember. Hallod, van ilyen vízi pisztoly? Itt a felállók nem szakadt be a tető? Micsoda? Nem szakadt be a tető, itt felállók? Nem. Vízi pisztoly van? Bazd meg, itt a Steve. Gyere fel. De tesó, egy vízipisztolyt hozz már fel, Norman, gyorsan jobbról. Csak dob fel egyet. Delay-eld. A faszom. Itt a Steve. Csúszlentebb. Nagyon halkan kellene, gyere fel. Mi a faszom, hogy csinálsz? Ne úgy hosszál már ide. Várjál! Baszd meg, ott a Steve, a kurva életben! Faszom! Várjátok, kidugom a kamot, látjátok? Baszd meg! Ott van, tánklát! Én ezt nem hiszem, mert tesó, ilyen kevés időnk volt. Lemosta csak a motort, az a baj, csak a motort meg lemosni. Az 5 perc. Több időnk kellett volna legyen. Bassz meg. Nagyon kicentisztű gyerek. Azt onnan meg néz egy család minket hátulról, keci. Csic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 
Gurulj el. Az az jó. Baszd meg, ennél halkom. Kecs. Ennél halkom, pombár, baszd meg. Te idióta vagy, baszd meg. Yeah.
Telibe belenézett a kamerába, bazd meg. Kidugtam a kamerát, a telibe belenézett, bazd meg. Most menj, vedd fel. Norman! Vizet! Vízi pisztolyt hozz már! Hozz meg, tak, ez most már baszott. Faszom, ki van? Elvoltam itt marról, elővettem a motorokat. Én nem úgy tettem egyébként. Megmondtam. Mi? Hallod, most vesznek össze. Megmondtam, hogy itt az udvaron ne motorozgassál, fiam. Anya nem mondta, hogy most mi a teendő? Mi megyünk a Lauráért? Vagy most mi lesz? Te semmit nem tudsz, fia? Nem. Mi a tökömet csináltál, hogy nem tudsz hosszan állni? Semmi. Hát azt vettem észre, de azt, hogy ne tudjál, hogy mi van, meg hogy van, meg mi van ilyen. Biztos, hogy nincsen ki.
Ez a házba bennmaradt. Van opció lehetséges. Jó, megnézem, akkor benn van. Hol van? De az a baj, akkor fel fog nézni. De mindig itt leszek át. Basz, ez az egy. Ne, az egy. Most kéne oda dobni. Basz, koté. Na mi a helyzet? Azt hallgattam az előbb, oda mi a tökömmel? Hogy a tökömmel kerültetek ide? Csoki, bassz meg! Nem kaptad azt a két betörőt! Hát itt voltunk végig! Nem pulcsoltak a kutyáid! Hallod, engem támadtak meg! Ez komoly, gyerek! Akkor az... gyere csak ide! Akkor ezért csomákoltam, én csodálkoztam, bassz meg, hogy te hogy itt a lepzsesz körülöttem! Általában fönt van a szobájában, ott játszik, érte? Azaz! Meghoztuk a pólókat! Ő segített nekünk Norman. Így van, ilyen séróta, öreg. Tetszi? Jó. Pacek? Hát figyelj, most így férfi szemmel nézve azt mondom, hogy nem rossz. Na, jó van. Nem, tényleg jobban áll, mint a másik. Nézd, ott vannak a táskák. Megkapta a táskákat, papca! Hallod? Na várj, de... egyszerűbb volt, mint gondoltam. Lehettél a csap? Jaj. Ne bazd meg, akkor azig épészkedtétek, azt csodálkoztam bazd meg, hogy úgy tököm van itt. Hallod a motoromat össze, figyelj, rám lehet nyomulni, a motoromat ne csezd össze. Figyelj, jó, várj egy kutyút. Mr. Steve. Hallod, ez már itt össze lett cseszve. Hallod, hozz a kutyát meg egy kis vizet, nem jöttök le? Hogy jöttök le innen? Nem jöttek arra a részére, koszos tetőre. Hát itt, itt vagyunk körülbelül egy ilyen 20 perce. Itt vagyunk már 15 perce. Hát vártunk téged. Baszki. Megjött a motorra egy... Tudtál erről az egész? Haszki. Legyünk. Bocsivajutatok ráadásul? Naha, itt, itt a sarkon. Hoztuk a Jaguárt. De elmentél, hallod, elmentél mellettünk motorral. Tényleg? Aha, nem vettél észre. Jó, hát én tökön tudtam, hogy Jaguárokat kell nézni, bazd meg. Láttam Jaguárt, vagy 20 éve, bazd meg. Ez lesz az első. Na, de látod? Próbálod a Jaguárt? Megadjuk. Na jó. De először megnézem, hogy mit hoztatok. Jó, lemegyünk. Milyen a táskában? Az van, amire gondolod? Az van, várj meg! Kifolyt rám a fél üveg. Ne úgy osztál, vagy mi? Kifolyt rám a fél üveg, már ezért amoni is. Várjatok, még ezt. Most már legalább nem kell, itt ilyen csuvák vannak, srácok. Kicsit. Ebbe van víz? Jaj. Hopp. Kutyákat locsolom. Ja. Nem merem a motort, ne Steve, most itt az a baj, hogy Steve rám küldi a biztonsági hatóságot. Itt meg hátul kertészkednek, azt mivel itt fekszik, két balfasz a tetőn. Várjatok. Fasz meg ez az ember. Nem hozta fel magát amúgy, mint amikor az irodába betörtünk. Várja. Most jó kedve van, mert fog meg a létrát. Foglalkozik ilyenkor jó kedve. Igen, most fel van ügyre. Ja, most jó kedvébe kaptuk el a Steve-et, gyerekek, azért ez jó.
Van egy powerbankot? Nem adjuk fent? Maga ott volt, egy teló is. Most adtam le a powerbankot. Ezt se hiszem. Szevasz! Mi a helyzet? Jó, minden. Minden szuper. Kicsit vizes vagy. Ja, ne is mondd. Hallod? Figyelj! Erre számítottál volna? Figyelj! Tehát én mindenre nem gondoltam, de arra pont ma voltatok eszembe, hogy már fölhívlak már, hogy mi a megmenet, Rudi van már. Na, mi a helyzet? Minden oké. Meg akartunk lepni már, mikor visszajöttél a motorozó túráról. És akkor meg akartunk lepni, hogy na már nem láttunk 3 hete, akkor már valamivel, valami silló... Üdvözöllek! De már megnéztük a részt, mi üdvözlünk téged, megnéztük a részt, aztán ideges voltál, hogy... Ja. Hogy nem hát adtunk pólót. Figyelj, esküszöm, Afrikában ez motivált, hazajövök. Igen? Jó, fölveszem a jó kis pont. Hallod, fiam, feldugom a tegget, baszta kurva pisztoly, bazd meg most már, de tényleg? Elegem van belőle, bedoblak a medencébe, kutyának adjál vizet. De most ez működik a medence már, vagy ez még nem? Nem, hát itt az van, hogy ugye ilyenkor télen le kell téliesíteni, vannak ilyen testek, amiket bele kell tenni, így össze kell ugye így kapcsolni. Uh-huh. Ugye nehogy Isten, nagyon hideg van, tudod, ne fagyjon bele a víz. Uh-huh. Ugye ebben 45 ezer liter víz van, tehát nem szívesen engedgeti le. Akkor nem 400 ezer. Mindegy, szóval a lényeg, hogy nekiálltak, és azt hiszem a kölyök, hogy nem tudom, a medencés, az alapja elkezdte a kerti csappal, basszus, jaj, tényleg a kölyök. Elkezdte, ugye van 2 furtkútunk, és elkezdte feltölteni a vizet. Mm-hmm. Igen, ám, de az ilyen vasas víz. Szétkúrta az egész vizet, érted? Úgyhogy most engedhetem le az egészet, basz meg, tehát nem is tudom. Tehát ugye ez, most gondolhatod, ez hálózati vízzel feltölteni, érted? Tehát ez... Intézte Norman akkor? Norman meg vasas vizet. Hallod, és ráadásul most, hogy hazajöttem Afrikából, azt mondtam, tényleg oda fogok figyelni, fogmosásnál elzárom a vizet. Mit tudom én... Spórolsz? Hallod, hogy minden... Pedig majdnem, ha spóroltál volna. Beleszaladunk, érted, egy ilyenbe, hogy mit tudom, egy ilyen falunak, vagy egy nagyobb vizének, érted, ez egy havi víz. Fakin afrikai városnak a vízellátása. Normi az beleköpött a levesbe, érted? Hát jó van, mert ebből is tanul az ember. De sokat tanultál kint az utat során, Afrikába? Nagyon sokat. Én azt gondolom, hogy más emberként jöttem haza. Kellenek ezek, ezért csinálom ezt a motorozást. Ez jó. Figyelj, kocsival nem mennék el, mert most hova, meg nem kihívás. Viszont motorral olyan helyekre, most is voltam egy fia, még egyszer lelocsolsz, csak szólok, úgy belebaszlak. Fasz meg, nyugi. Figyelj, csak tényleg, én nem mondom nem még egyszer. Nem akartam most lelocsolni, amúgy viccek, ezt akartam csinálni. Hát, az magadra ment. Hát így folyt rám is. Hallod? Ezt akartad csinálni? Hát ezt csináld egész nap. Mindegy. Szóval visszatérve, igen, tehát hogy érdekes ez az afrikai történet. Tehát például most is, hogy kimentem Horvátországba, figyelj, fölmentem Kressz szigeten egy faluba, 3000 éves. Gondolj bele, hogy ott az emberek túléltek, nem tudom, egy csomó háborút, mindent, az volt a védelmük, a bástyájuk, az egész. Ott van a temetőjük fönt, egy csomó ilyen csontváz, ott van a helyi arcoknak a fejének a csontvázát, vagy koponyát, fölraposgatják. Kemény. Mondják, ott a Józsi. Nem, az a Feri volt, de hogy is nem látod? Ez gondolj bele, hogy ott élnek fönt, ja, mindentől elzárva. Nem ez most egy ilyen párnapos túra volt. Persze, jaj. Úgyhogy most melyik motorral mentem, mutatod nekem? Azével mentem a GS-sel, a kékkel. Jó látni, Steve, amúgy. Jó, bizony, jó, hogy lejött. Fes egy kicsit dum. Mit? Fes vagy. Mit? Ilyet, azért szóltatok volna basszátoknak, hogy ne egy ilyen motorozásos faszom tudja, mit adjak itt elő, érted? De mit kell most ezen csinálni? Nem, de nem most voltál megtisztítani, tényleg? Nem, ezt mostam most le. Igen? Ugye, azzal voltam Afrikába, és ugye nem volt ilyen WD-40-em, tudod, ami ide ki van készítve, ugye ezt a felnit, tudod, mert ez ráadásul láncos motor, ugye, és ugye be kell fújni tudod a láncot ahhoz, hogy ne száradjon ki, és ugye ne, mit tudom én, legyen hangja, ezért szétcseszítod a felnit, és akkor csak azzal a WD-40-nel, meg rongyal tudom tisztára törölni a felnit. És akkor ugye vettem ilyen leömlő tisztítót, és akkor a leömlőket néznek, hogy leszette a kis dzsuvátot, ügyesen. Az összes fém szart. Ja, szép amúgy. És de te akkor... egy kicsit tisztaságmániás vagy azért, tehát szereted, ha rendben vannak a dolgok. Hát ugye nem is az, hogy tisztaságmániás. De az ember, ami, tehát ugye úgy kezdődik az egész, hogy ugye én fiatal koromban ugye a szüleim elhunytak, és ugye elkezdtem saját magamra mosni.
tudod? Aha. És akkor én ezt most tanultam meg. Hallod, és akkor elkezdtem ilyen technikákat kifejleszteni, tudod, hogy miközben zuhanyzok, tudod, taposom a motyót, tudod, hogy közben egyszerre két legyen. A zuhanyzóba verakodom. Berakom, tudod. Az mekkora hülye, az nagyon kemény. Zuhanyzok, tudod, és taposok a izén cuccon, tudod, hogy közben mosom, tudod. Hát figyelj, mikor elmegyek motorozni, szerinted minden este ki kell mosni az utcokat. Itt olyan technikáik vannak már kifejlesztve, hogy elképesztő. Gyere, ülj föl rá. Ez egészen elképesztő. Melyik 1300 köbcenti. Nekem ez tetszik jobban. Ez? Hát olyan? Ez persze, kis kéz. Ez fiatalosabb. Ez kevésbé veszélyes. Én félek a motorozástól szerintem. Ez paráb amúgy. Ott van az a tiéd. Hány motor van itt? Nézd. Hülye, mi az a kva? Az mi? Én, ez quad? Ja. Az ez egy ezres kenet. Fűnyírót kipróbálhatjuk? Fűnyírót? Hol a fűnyíró? Azt hittem ez a fűnyíró. Ez egy ez, ez most a legszigorúbb darab, ez tényleg komoly. Elmondom neki a legszigorúbb darab. Szigorú. Köszönjük ez a legszigorúbb darab. Köszönjük szépen. Mondom valamelyiknek, miért jelentem, mondtad azt, hogy beülök, végre indéztem, dolom, beülök a hálóba, itt van az ablak, kényelmesen nézek egy filmet. Valami, mehelyezkedett, minden, ez csak van. Az meg figyelj, fölült, és itt verte az meg egy órán keresztül az udvarban. De itt, de nem megy ki a fű? Mi? Nem, mert itt óvatosan kell megy a figurát, ja. Mert eldobva, tudod. Szecét, ölt meg! Azt szoktuk mondani nekik, a mocskos cicumicutát, és azonnal támadnak. Na figyelj, sztorok! Kemény kutyák! Érkezett. Na, hadd látom. Két hetet vártál rá. Afrikából, mit személyesen akartok elhozni? Ez a tatyó volt a Dunában? Ez volt. Ez kerested. Amire fájt a fogad. És a néni kéteket volt, nem tudtam megszerezni így, pedig. Benne is vannak, figyelj. Hát nem pedig akartuk ezt nem úgy, hogy oda küldjük. Mennyit csináltatok? 2K. 2000 darab. Kemény. 2000. Kemény. Kemény. Mennyi ez? 36 milcsi. Kemény. Kemények vagytok, basszatok. Bátya egyből a matematikába. Jó, tudom, oké. Mindegy, hát azért azt el kell osztani. Hoztunk neked pirosat is, meg fehéret is, hogy melyik tetszik. Ne! Van ilyen, hogy piros, meg igen, fehér. Mert a piros az a Friends and Family Limitált, a fehér az meg, amit lehet figyelj. Vásárolni, de igazából te választasz, hogy melyik tetszik neked a legjobban. Így szerettük volna. Ez még, nézd meg, Duna homokos. Pirosat kaptam. Ez a piros. Hát, nézd csak. Ez piros, S-es, szerintem ez amúgy rád jó lehet. Ez mennyire jó az a... Ez a figyelj, esküszöm neked, először nem mertem belekérdezni, mondom, tuti vannak, hogy rommá mosták ezt a pólót, már tudod. Aha. De közben, így, nem, hogy nézem, az ilyen az anyaga. Tehát ettől menő. Ez ilyen külmosott. Ilyen koptatott anyagú, direkt. Ez tényleg jó. Gyerekek, visszatérve megint Afrikára, tudjátok, hogy csinálják ezt a csávot? Benne ülnek idáig, mezit, tehát egy katya van rajtuk. Ülnek egy ilyen kibaszottnak kőmedencébe, és egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen szivacs, vagy kő, vagy tököm tudja, egész nap abban a vegyszeres szarban, az meg egy deszkán csiszolják a cuccokat. Hát ezt meg mi nem Afrikában csináltattuk? Nyilván nem, csak ugye ezt meg gondolom, ezt nem is így csinálják, de hogy a farmerokat, és akkor ja, a farmerokat. Elkezdtem a Norminak is mondani, hogy meg, de most komolyan, az meg, te képes utána 50 rongyot adni azért a farmerébe, az meg, amit a tököt kilátszik. És akkor elképzeltem, hogy kis sávval, hogy a dörzsöl érted a deszkán. Meg. Nem is vettem, ez a Normi élet, még jobban, hogy látsz, el is hogy az egész. Ez gyerekek, ez viszont nagyon bomba. Na, szóval, hogy ez a piros, ez limitált darab. Azt szeretnénk, hogy most fel is vedd, Steve. Ez egy próbát. De elfordulunk amúgy, elfordulunk. Kamerával forduljatok el, basszátok. De jó, most jó. Jókóbiba vagy, azért látszik. Azért most az a helyzet, hogy most oda vágtam a izének. Szóljon, mutathatom. Igen, muszáj volt. Most fordulok? Aha. Új, apukám. Az feszül. Osztok. Nem vagy egy konfekció, mi? Nem. Az a helyzet, hogy csecses. De lehet egy emmeset vegyünk ki, nem? Lehet vegyünk ki egy emmeset. Nem, mert a hozba jó neki. De túl nagy a hát. Az a baj van, meg egyen nagyobbat, azt rá akkor idáig ér van meg. Akkor tudod, így fölhúzom, azt úgy tapunk el. De ahogy ezt össze kell rakni a gyóhanzom, négy jel a szent. Úgy, nagyon komolyan úgy, de jó, hogy mondtál, bazd meg, tényleg. Bazd meg, fiam, tényleg, ott van. Bazd meg, fiam, ott van a pont. És miért van ilyen sok? Hát mert ezt hoztuk. Hoztuk az összeset neked, láttad? Mindenki. Fatma kapott, Norma, Pirosat választottam neki. Mamca, meg még Ramra is kap. Mindenkinek. Akkor csináljuk azt, hogy a sajátomat, amit nekem osztatok, azt nem, de a többit azt szeretném viszont kifizetni.
Igen. Persze, ez így fasza. Én nekem ez így, de tényleg. De tényleg, amúgy én is azt mondom. Nem, ez tényleg. Én csak így fogadom. Külön már, ez félrelet nektek rakva, előre már le legyen. Várjál, hány darabot hoztatok? Hoztunk százat. Fogad már, jó van ez. Hoztunk százat. Százat hoztatok a lófaszt? Ez mennyi? Nem, hoztunk. De akkor 2000 darabot elhoztunk. Figyelj, ma kettőt elvettem, az ott egy, az még kettő. Te már kettőt leoffoltál belőle? Hát a Fatimának hoztak egyet nekem is. Oké, az kettő. Igen, de hát hozunk akkor úgy, hogy megrendelésre. Hát mondjátok, hogy ki nekem ezt elhoztuk, csak hogy választhatok belőle, amelyik jó. Figyelj, a Bencének szóltam. De neki személyesen akarom. Mit? Majd személyesen adom a Bencének. Nem. A Bencének szóltam, hogy másodikára, azaz csütörtökre, kettő darab SS-sel. Olyan helyre kell menjek, gyerekek, hova? Hogy, hát figyelj, most így ezt nem mondanám el, de olyan embernek a fiának kell, gyerekek, hogyha az másodikán, a szigorúan reggel külön ezért találkozunk. Úgyhogy az... De milyen ember? Hát... Van, komoly embernek a fia... Na, én várom! Maradjunk annyiba, hogy... Figyeljetek, nehogy Isten, kapnak. Egyszer, teljesen minél, nehogy Isten, egyszer gondba vagytok, akkor lesz egy ászatok. Passz, jó van. Úgyhogy ezt tényleg, ezt el ne felejtsük. Én a Bencének szóltam, azt mondta, hogy elintézi, majd ez lehet, hogy neki nem kell emlékeztetni, mert ugye felirattam vele, meg ilyesmi. Én holnap ezt intézzük. Két darab SS-t kell, hogyha elfelejteni, azonnal intézni kell, mert ez 9 órakor csütörtökön, ezzel kezdem a napom. De így pontba? Pontba. Akkor biztos komoly ember lehet, hogyha erre tényleg, is időpont tényleg, van. Tényleg. Hát figyelj, nekünk most de itt van, jól, ebből is ki lehet akár választani. Már megszoktam, jól állam, hogy ez nagyon, csinálj 360 fokat, de tényleg ez a jobb. Nem, úgy minél többet nézem rajtad, egyre jobban áll. Mondjuk a hátát azt még szokni kell, de neked ilyen dupla V hátad van alapból. Neked nem V alakú, neked dupla V alakú, már olyan széles. Gyerekek, de hát basszátok meg, én nem proteinporon nevelkedtem, bazd meg, máj protein, meg a tököm. Ilyen. Te az igazi marhát etted. Én az igazi marhát ettem. A lovat. Meg a lovat, így van. Nem, egyébként. A patáját etted. Az a helyzet, hogy nem, hogy ez egy biztos jó a májprotein, csak fölösleges. Tehát, hogy ezek a dolgok. Tudom, már kaptam, mert már ugye valahol elmondtam is, akkor ott kaptam mindenféle hideget, meleget. Nincs a szemüvegem itt, fiam? Valamilyen? Ott van a konyhaasztalon. Szaladj csak beérte gyorsan. Szemüveg. És már akkor mindegy, szóval, hogy... Fiatal koromban tényleg az van, hogy minden nélkül edzettem, csak ezért húst tettem, meg ilyesmit, és képzeljétek el, hogy Romániában 17 voltam, és 70 kilóba országos második testépítő. Á, valami komoly dongó rám jött, bocsánat. 17 évesen? 17 éves. Hát jó, de akkor még a testépítő, az mikor volt már? Az még a testépítés, az akkor még a gyerekkorát élte. Igaz, hogy naposzintettünk, tudod, néztük a ízét. Hát akkor az jó. Naposzint, tudod, az micsoda inkább ilyen? Inkább akkor a májprotein. Naposzint. Jó, figyelj, ekkora rajzék, gumok nőttek a hátunkra, de hát figyelj, akkor az, és akkor kezdtem rájönni, hogy nem kell igazából, tehát semmi nem kell, aludni kell jól, inni kell jól, vizet. Az első sorban mindenképp az a legfontosabb, de amúgy nekünk a MyProtein nagyon sokat segít, de... Hát sokat segít, ezt tudod milyen, mint a lányoknak a izé. A lányoknak a smink, tudod? Tehát, hogy hirtelen meg vagy, tudod? Aztán nehogy Isten, hogy dobsz egy fejest, tudod, akkor minden kiderül. Ez is olyan, abba hagyod, vagy elvisznek egy első, egy előzetesre. Egy ilyet. MyProtein test. De mikor kezded a protein szedését? MyProtein test. Nem rossz, de figyelj, ennyi évesen baszki már egy 60-as karom volt. Na, hát jó van. Nem, jó erre, egyébként, ez már nem divat, jó, amúgy van, sem. Jó van, Hollywoodi Rudi. Nem, ez amúgy sem divat, de tény és való, hogy nem kell itt. Ez figyelj, tehát az a lényeg, minél több dologhoz hozzányúlsz, mindenféle szerekhez, abban a pillanatban, hogy abba hagyod is, tudom, hogy valami oknál fogva baleset, vagy előzetesbe kerülsz, vagy megunod, vagy a csajod nem enged, teljesen mindegy, akkor pillanatok alatt olyan, mintha kiszúrnák annak a lufival. Hát mint például papaszítok. Igen. Hát jó van, de azért nem azért mondom, a kreatin az szerintem az Istentől jött, mert az nagyon komoly. Azt tudjátok az előállítása egyébként, hogy milyen bonyolult folyamat és a májnak mennyire ártalmas. Az egyik, amit a máj cirrózisnak az egyik oka nem véletlenül van az, hogy csomó nagy testépítő, ugye annak nem véletlen volt máj beültetése, vagy máj... Hát jó, de azok már a nagyon nagy... Igen, mondjuk az is tény. Azért mondom, hamar formába lehet kerülni vele,
viszont nem lesz tartós. Uh-huh. Tehát attól, hogyha tényleg úgy rendesen kaja mellett elkezdesz szánkásod, odafigyelsz, tényleg teszel bele nem csak gyúrás, hanem teszel bele rendesen futást, ezt, azt, amazt, akkor figyelj, van benne kardió is, akkor az megmarad egy életre. És ugye az izom nem felejt el, 50 évesen is bekeveredsz egy edzőterembe, kicsit ezzel, mit tudom, egy hónap, kettő, és vissza tudsz jönni. Tehát utána tudod szabályozni a testedet. De mi is azt mondjuk, hogy elsősorban evés, alvás, ugye az nagyon fontos, meg ugye az edzés, aztán utána jöhetek ezek zseton, a kiegészítők. Mert ez, élet, ez, nem, ez azért fontos kiemelni, hogy ezek táplálék kiegészítők. Szóval. Igen, egyébként. De amúgy nagyon ruháik vannak. Na, srácok, akkor mennyi pólót hoztatok? Na, hát azt majd jó, elszámolunk azzal, mert most egy csomót hoztunk, hogy válogassatok belőle. De nem ezt vigyük nem tudtuk, hogy fehér, vagy pirost, vagy fehér, mert van, aki azt mondta, hogy hiába akarunk neki pirost adni, azt mondja, nem tetszik a piros, inkább fehérre finn. Válogassatok. Én azért bíztam benne, hogy gyakorlatilag ilyen lesz, tehát ilyen pirosat kapok. Normi, adj a kutyának létszeres vizet, nem hallott, hogy mindjárt megpusztul szegény. Hogy pusztul, ez van. De Steve, én azt nem gondoltam, hogy nyilván mi élőben akarjuk oda. Kicsit haldogli lehet tényleg. Hát az milyen már, hogyha oda küldtük volna. Átveszed az irodába, nem látod a kezünk, nem látod rajtunk az örömet, hogy mennyit dolgoztunk. Gyerekek, ezzel, az az igazság, hogy nagyon megérdemeltétek ezt, és tényleg ez egy nagyon jó, tehát szerintem nagyon jó a dizájn is. Nekem azt köszönjük tetszik benne, hogy letisztult, az, hogy tényleg ez a W, ez nem a Jóska találta ki meg a Pista, ez a ti terméketek, ez tényleg, tehát én is néztem, mikor annó kislány mutatta, na mi a faszom az a W, az a W, meg az L. Ez egy mentalitás. Érted? És akkor ott mondja nekem, hogy mit tudom, a Win, meg ugye a Loss, meg ilyesmi, és mondom, az meg tényleg mennyire, hogy is mondjam, egyszerű lenne amúgy, tudod, és ja. Ez tényleg, ez olyan dolog, hogyha erről valaki beszél, akkor erről ti vagytok, aki eszébe jut. Nem? Én emlékszem, képzeld, voltunk, színen voltunk, és Beto Hovival találkoztunk a backstage-be, és akkor mondta, hogy jaj, ti vagytok azok a streamerek, ahol pörög a dupla, meg az L, szóval... Igen, igen. És, ezért volt jó, hogy ezt meg... Tehát, hogy ez tényleg ez rólatok szó. Tehát ez nem olyan, hogy valami ákom, bákom, mit tudom én, vaj, de jó, egy kígyó fej vagy valami, hanem ez tényleg az arról szól, hogy ez W, ezt mindenki tudja, hogy mi a tökön van. Rólad meg a Tesla. Ja, ne is mondd meg. Látod, a Bence milyen mörcsöt rápakolta, bazd meg az atya. Azt láttam. Láttam, de neked besegítünk. Ne vagy majd. Én szerinted én mennyire vagyok képet. Ezért mondom, hogy egy picit át kell alakítani. Hát Marokkóban volt 3 hétig, azt egy picit azon még alakítani kell. Hallod, tehát van egy fej, bazdok, és körben van rapa mocsóval, érted? De mindegy, hát tudod, én már úgy vagyok el, ez nem foglalkoztat. De figyelj, viszont a táskát is itt kell hagyjon. Igen? Persze. De azt neked adjuk, na, hát a táskát, azt odaadjuk Steve-nek. Ezt akkor ajándékba odaadjuk. Azért legalább. Mondom, tehát figyelj, ezért már annyit küzdöttem, ráadásul már, figyelj, elraboltalak, kiszabadultak. Ennek azért van egy eszmei értéke. Van. Képzeld, itt milyen már a Dunába ragadt ez a... Hát ott már leszakadt a fele. Igen, kicsit ott nagyon húztuk. Az Enrico kaveri. Basz, meg ismered? Tudjátok, mit fogunk csinálni, fiam? Hallod, most már is ilyen a miénk. Tudod, ezt el fogjuk árverezni. Ezt gondolj benne. Ne idegesítsetek már! Ne idegesítsetek már, bassza meg! Ne idegesítsetek már! Hallottad a Magyar Petinek a szemüvege? 3 gurigáig kell te. Igen. Most gondolj bele, megszagolj. Az Ice-nak itt van a kéznyomban. Még a Duna, a Duna, sőt, benne hagyunk egy pólót is, meg minden, tudod? És akkor ezt gondolj benne, hogy ez az origin. Egy 50 év múlva kellene elmegyészünk. Bazd meg, valami haszna nekem is legyen, bazd meg. 50 év múlva csak neked lesz hasznod belőle, baszod. Én is akarok egy kicsit majd ezen. Szép temetés. Steve, a Jákob Zoli azt mondta, hogy már van módszer, hogy ő vagy Jákob... Igen, Jákob Zoli, igen, hogy igen. 300 évig fog élni. Tehát ő amúgy intézi. Te nem gondolkodtál ilyen sejt visszafejlődés? Igen, az a helyzet, hogy nem, mert... Tehát egyrészt szerintem ez egy fasság. Baszd meg! Előtted van az, hogy itt még 100 év múlva is érted itt mi önnék, tudod, ilyen nagy összecsavarodott arccal, mint egy ork. Fiam, akkor te nem akarsz ilyen gyík ember lenni. Figyelj, kim voltunk Amerikába, jön a faszi, azt mondja, hogy itt ami 60 éves volt, azt mondja, hogy várjatok, azt mondja, mindjárt hívom az apámat is. Megérkezett az apja, aki 80 éves. Hmm. Az majd hívta az apját, aki 102 éves. Volt ilyen? Mondom, bassz meg, ott ültem, és ezek úgy képzeld, egy ilyen luxus lakópa, ott laktak egymás mellett. Az igen. Előtted van az, hogy a 60 éves faszi azt mondja, hogy átugrok a nagy faterhoz. Érted? Hát ez jó, amúgy, nem? Jó, csak tudod, tehát nem jó, tudom. Csak én már nem ugrálnék ért a nagy faterhoz 102 évesen, mert... Hát azért nehogy ez azt gondolj. Milyen kép? Itt a piros Ducati.
piros dupla V. Ha csak odatállom, hogy gyorsan pattintsa le a srácait. Jól áll amúgy. Én meg közben itt kamerázlak még, mint valami sztár. Hagyjam már. Hát nagyon, nagyon kemények vagytok, bazdmeg. Tehát az, hogy tényleg az irodámba bejöttek most már a garázs tetején is. Figyelj, tehát egy... Nem tudom. Egyszerűen meg kell hívnod minket valami grillezésre, valami figyelj, kis... ja igen. Tehát az elején elkezdtem mondani, hogy a medencésre pont beszéltem, mondom, hogy mikor lesz úgy, hogy lehessen fürdeni, meg ilyesmi, meg stb. És akkor mondja azt, mondja, hogy szerinte, hogy most a szivattyút majd beállítja, hogy akkor jó meleg víz lesz, minden. És akkor azt terveztem, hogy megyünk a szívvel egy korzikai kirándulásra, és utána pedig akarok csinálni egy jó kis ilyen grillpartit, jó kis medencés partit ide, mit tudom én, tényleg egy jó kis kaja, pia, csobbangatás, oszogatás, zeneparti, minden ilyesmi. Beboszogatás. Akár bevaszogatás, bár én 6 éve nem ittam alkohol, de most biztos. Te nem iszol, te 15 vagy. 13! 13 éves vagyok. Meg ilyen kopasz volt, hogy ne, milyen volt a helyem. Milyen volt a helyem? Hát mind nekem most, nem tesi? Nekem nagyon szar a homlokom, nem? Nem. Nézd már rá. Azért tőlem örökölted, az már nem lesz szar. Basz! Nekem is itt van a W, basz meg. Van még egy... Érted? Itt van a W betű, basz meg. Tényleg ilyen dupla W. Érted? Mert itt, ahogy itt kijönnek neki valami, ez a szexepilm, basz meg. Hülye milyen szexepilm? Miről beszél? Sok volt a W. Ez a jó, nekem is ilyen. Azért mondom. Na, ennyi. De ez mindenkinek. De nekem nagyon csúnyan izé. Nem, hát azért neked egy kicsit elnézés ilyen. Baszkattod ilyen. Baszkatt! Jó van, álljatok le akkor. Nem tettököm az a John Lennon szemüleg, most nézem. Nem tetszik? Ide. De szétszakad a fejedről. De szétszakad a fejedről. Ez ilyen egyetemistás játékos? Most ne mondd azt, hogy nem néztük a cikba. Minden... Mint a vakegé. Nem lár rajta. Nem, már úgy nézek ki, mint Jean Reno. Mutasd. Én vagytok. Hát ilyet a szembolyom nagyobb, mint ez a szembolyom. Nekem hogyan? Hát hallott fiam, azért egy-két IQ-val azért megdobta azért a játékot. Ez a legkomolyabb szemüveg. Amúgy nem, amúgy nem, Normannak jól áll, esküszöm. Ja, jól áll neked. Steven picit olyan fura volt. Finoman fogalmaztál, szeretem, mikor ilyen finoman fogalmaztam. Azt mondja, Steven egy kicsit. Miért nem megyünk be a házba? Amúgy meg. Nem kértek valamit inni, mindjárt, tényleg hozzá csak. Menjünk be amúgy, valamit igyunk már, mert olyan szomja a halok. Várjál, csak ennyi van? Ez az összes. Nem, még ott van egy. De majd ezeket összeszedjük után. De próbáljuk már ki a fűnyírót, én még akarok menni egy kört felé. Hát ez majd mindjárt. Mindjárt? Ígyunk egyet előtte? Jó. Habár ne menj el le a nap. Kértek valami kaját? Rendeljek valamit? Én egy innivalót iszunk. Rendelj már valamit gyorsan. Jó. Pizza, hamburger, vagy ilyen rendes kajatár. Hús, minden. Nekem ilyen... Mire vagy ilyen? Én bármi, nem egy kikérdés. Halljátok, nem tudtok ilyen csirkés salátát rendelni? Kirkéssel álltál? Hát sajnos itt nincsen, hogy volt futár, meg ilyenek. Baszki, szóval hát akkor mi van itt? Itt jönnek a izé, van egy spanon, Bazsik futár az egyik pizzázóba. 18 éves szakaszban megjön az a futár. Ilyen van. De... Hát nekünk gyorsan tudsz számítani. Baszki, még nem is voltatok nálunk, mi? Hát most körbenéztünk azért itt, körbenéztünk. Azért van itt minden fölkapcsolva, basszam meg. Ezek jó, szerint aha. De úgy jöttél most ez az Afrikából, hogy te most spórolni fogsz. Én alapvetően is spórolós vagyok. Tehát van dolgok, amire nem sajnálom a pénzt, de alapvetően én mindig azt látom, hogy valami pénzből mit lehet csinálni. Ugye az is az egyik foglalkozásom. Bocsánat, apa, akkor szólok anyának, hogy rendeljen ide egy nagy patkutál. Hát figyelj, szerintem te is meg tudod oldani. Patkutál. Patkú. Hát ez egy ilyen, van egy ilyen étrebb? Intézed, légy szíves akkor, jó? Kutyáink hol vannak megint, basszik? Hát honnan tudjam, hogy szarok be, hát na. Kállok össze-vissza, meg ilyenek. Úgyhogy, szóval ezt ide leveszem. Azzal óvatosan, mert tényleg abban a Duna homok még benne van, szóval nem szerintem baj. Inkább a földre tegyétek. Nem csak ne dőljön el. Majd ilyen dolgokat majd keresek, mert ilyen dolgokat szeretnék elármerezni, és odaadni. Hatja! De azért akarom elármerezni, mert figyelj, ez egy olyan dolog, hogy valaki megveszi, és tényleg majd ez megmarad az utókornak, tudod. Az ez biztos. Tök jó. Ez tök jó. És kettő táska volt, csak az egyik az meg nagyon szétszakadt, tényleg ketté szakadt, hogy már össze se lehet húzni, mert húztuk ki a Dunából, lánccal, és akkor... Ha eljöttél hozzám, akkor ez a táska van. A másik táska van. A másik táska van. Csak azért, mert mondom, hogy valami jó kis jót lehetne tenni ezzel a tatyóval, hogy tényleg elállítani. Figyelj, ezt te tudod, ez a sátiát, én egy pohár vízet szeretnék. Figyelj csak, már is hozom.
Könyök semmi nem kínálkozik. Ide jöttetek és semmit nem hozott, nem adott. Semmi nem történt, baszki. Hát fel kellett egybe, hogy ugorjunk a garázsra. Ez így is, Steve, amikor már jöttél be a kapun, akkor ugrottunk fel úgy a garázsra előtte, meg terveztük, hogy hogy mit csinálunk. Én nem gondoltam, hogy egy gyorsan lemosod ezt a motorra. Ez úgy történt, hogy mi felhívtuk én Bencét, hogy te mikor érsz haza. Ő beszélt Szilvivel, tehát hogy ő is tudott volna. Kurva nincs. Utána meg átirányítottak Normanhoz, hogy ő lesz csak itt, és majd ők is beállítani, mert te vészel motort most, ja. Ezért jöttünk most, ma. Baszki, ráadásul nem is tudom, azt hiszem hétre kell menjen a kislányunknél. Táncra. El kell menni érte. Táncra, tényleg. Elmegyünk vizé Lauráért táncra. Figyelj. Ó, fehér jaguár. A jaguárra menjünk el Lauráért. Ekkora menj. Mi lenne az? Automata? Nem. Kéziváltós? Kéziváltós. Jaguárt csinált kéziváltós, ez komoly? Igen. Dízel. Ja, dízel? Igen. Ne! Hát, dízel jaguárt vettél, basz? Hát, nagyon rossz. Ilyen van. Komolyan. De gyere, nézzem, hogy Steve. Basz, ez olyan, mint hogyha nem is tudom, vennék egy ízét, egy két literes PDTV Porsche-t, basz. Vettem egy véges tálam. És azért még elég elmúlt, és nézzem, Jaguárt, mutass meg neki. Megmutassuk Steve-nek a Jaguárt, srácok. Micsoda? Ja, Jaguar? A Jaguar? Hallod, még tudsz váltós kocsit vezetni, Steve? Szerintem. Én nem te vagyok, vadd meg, hogy ez... Ja, én is tudok vezetni, csak úgy szólok. Hát vezetni nem tudsz, de hivatalosan még nem. Hivatalosan még nem. Mi van rajta 3 liter izé? Van millió. Van a parfümöd abból, nyomtam magamra. Te nem kész valamit? Hogy? Dávid. Hogy? Az tökéletes. Igen, tehát ilyen gyúrossávoknak csak víz jár. Mi itthon nálunk nincs kóla meg ilyenek. Vagy lehet, hogy van, hogy a vendég jön, vagy tea, vagy ilyesmi, de csak ha vendég jön, mert mi csak vizet iszunk. Hát hogy... Hát a kóla meg ilyenek azok fasságok szerintem. Én is azt gondolom. Tehát, még a fogad is ilyen tönkreteszi amúgy. Úgyhogy mi így nyomjuk. Szóval visszatérve igen, tehát hogy szeretnék valami jót cselekedni, meg én nagyon sajnálom tényleg úgy a pénzt, hogy azért befektetem általában, ugye most lesz kész Norminak, ugye lesz egy nagyon jó kis kék gérte. Most te tényleg felültél, bazd meg azért? Indukciós főzőlapra? Hát fel sütcsentem az indukciós főzőlapra. Hát bazd meg, csak jó, hogy a gatyát nem ragadt oda, bazd meg a seggen. Jó, hogy nem ragadt oda a seggen mintájára. Igen, igen. Figyelj! Kezdődik már! Milyen vagyunk ám itt van, nem? Tehát itt olyan... Ti sokat szoktatok veszekedni? Nem, nekünk most egy néhetetések van, hogy jövök, tudod, így jövök, jön a Steve is így, és akkor jön, és így direkt így belém válasz. Visszapattanom, aztán megint... Nem, ez nem így szokott tenni. Jön, vagánykodik, pikpak gyorsan leverem a földre, megfojtogatom. Aztán le van rendezve. Szólnak ezt a gyámhivatal. Majd ezt egy óra, vagy ez egy év múlva majd lesz, majd fordítva lesz. Hát én keresem a bajt, hogy én leszek megfolytogatva, de hát ez már egy ilyen történet. Nem látom a kísérlet. Én szülel is itt lenni, baszti. Azok a kutyák voltak nekem olyan izék, hogy ugyanúgy, ahogy a videóban, ugyanúgy így befekszik, azt akkor így simogatni kell a hasát. Ja. Úgyhogy forgattunk is egy kicsit ma meg ilyenek, úgyhogy... Igen? Laura és Norman videó. Pénteken lesz epizód? Mit? Lesz epizód pénteken? Igen. Benne leszünk? Benne lesztek? Hát nem is tudom, hogy még hogy fog alakulni itt igazából a Laura most a nagy sztori. Most az van, röviden dióhéjban. Igen. Na, mit kell? Igen. Röviden, tömören az a sztori lényege, hogy ugye én a Bencét megkérdeztem, mert a Gedit is, ugye Gedi itt lakik a másik kéklünkben, és akkor a lényeg, hogy el akarom vinni egy kicsit a Szilvit, holnap megyünk el a kastély megnyitóra, meg ugye olyan sokat voltak a gyerekekkel, mint a kicsik voltak ugye itthon, hogy akkor kicsit el akarom vinni tudod magammal, most megyünk ugye egyet Korzikára, ilyesmi. Igen, nem, de hogy te most ez komolyan bazd meg itt beszélj, az meg miközben én itt adom elő a vakkát. A faszért nem tudsz bemenni a szobádba, fiam. Kedveseddel beszélgetem. Kedvesemnek mondjad, hogy tanítson meg téged egy patkót állat rendelni. Szia, anyácska! Na, anya, pusz! Mellette egy monológot ellökni, bazd meg, az képtelenség. Tehát ez vagy valamit, vagy a seggét odasüti, érted a helyzéhez. Ez valamit bazd meg. Tehát egy nála, tehát egy vakmeleg a tőke. Ez a kamaszkori, nem tudom, hogy én is ilyen voltam, de figyelj, ez nagyon kemény pálya. Tehát, hogy figyelj, nem könnyű. Vagy voltál benne?
Mit? Miben voltál benne az előbb? A monológ volt folytás. Ja, a monológ volt, mert állandóan kizökkent a kégli faszba. Épül, igen. Nem, a kégli az már... Igen, momcát elvisszük külön. Momcát elviszem, és akkor a lényeg, hogy a Geri hát, hogy ő nem vállalja, szerintem ő már egyszer hagytuk itt, mikor elmentünk Almaverkéke Maldívra, és akkor ugye az volt, hogy a Geri vigyázott rájuk, tudod, de akkor még kisebbek voltak. Ha már nem kell rájuk vigyázni. Igen, és akkor a lényeg, hogy akkor a Bence elvállalta, hogy akkor itt lesz kb. Durván 2 hétig, amíg mi nem leszünk itthon, és akkor persze a nagymama, meg a nagynéni már nem vállalja, mert a tavaly elmentünk, és akkor bevitték a medencébe. Hogy mondjam el. A mélyebb részére, tudod, majd így elmondom. És akkor ugye most, hogy ők ketten nem maradjanak, akkor a Bence elvállalt. És akkor ők most elkezdték az anyukát most itt fűtögetni, nem kell a Bence, ők most kurva jól elvesznek, úgyis a medence töltödik föl, melegszik, óriási kerti partik lennének itthon, ilyenek. Igen ám, de mondtam nekik, hogy persze, oké, meg lehet ezt csinálni, ha meg tudják maguknak azt a mindennapi rutint teremteni, mint ami valójában van. Tehát reggel fölkelni mindenkinél korábban, elmenni, megvenni a friss zsömlét, a nem tudom micsodát megkenni, ezért van, tudod, ki kell érni valahogy az állomásra, most hogy a tökönben majd gyalog fog kimenni, érted? Tehát a Bence nincs, akkor most mi lesz? Tehát ilyen sztorik mennek most, és akkor ugye majd most ők majd nekünk be fogják bizonyítani meg a nézőknek, hogy majd mennyire ügyesek. A végeredmény az ki tudja, hogy mi fog. Mert meglátjuk. De szerintem a Normin el fog csúszni az egész, de Laurába bízunk? Mit? De Laurába azért bízunk. Na jó, hát Laura 3 napig biztos, hogy hozni fogja a kötelezőt. Jó, de utána azt mondja, jó lesz a Bence, csinálj csak ő a reggelit. Mi a különbség köszönöm a Laura között? Igazán időbe fel tud kelni, hát, meg ilyesmi, szóval nem késik el, stb. Én se késik, csak annyi a különbség. Mi 30 centi? Mi van? ezt én hallottam azt, hogy 30 centi? Mindegy. Jó, mindegy. A Lau az... A Lau az fel tud kelni, stb. Viszont a szobájába inkább nem menjetek be, mert ott én nézik. Ne, hát ott a nyilván nem is engedjük be, stb. Én is csak óvatosan szóval az én szobám az viszont sokkal rendszerettébb vagyok, sokkal ilyen... Hát sokkal több tucai vannak a lányoknak, most egy fiúnak mi kell? Egy telefon meg ennyi. Dehogy is én nekem. Hát jó, most én jó, ne úgy képzelj, hogy minden nap veszek valamit, vagy ének. Pedig ez pont így van. Na de mindegy. Hát azért nem szoktam most olyan vásárolni. Hát én nem tudom, én figyelj. Csak úgy, és még engedélyt is kérek. Én 2 naponta töltöm a kártyádat, úgyhogy nem tudom, hogy vagy gyűjtöd a pénzt valamire, vagy van. Hát ez az egyik, a másik, hogy én mindig megkérdezek tőled bármit, ami még az én pénzem is, amit mit tudom, én keresem. Én erre nem emlékszem, de lehet, hogy... Akartam lenni, hogy Bakin elfosz, hogy legyen nyára egy ilyen szét rúgdó. Hát azt az egyet... Megkérdeztem, és mi van, sem engedted meg. Szóval, hogy kezdjük itt. De mindegy, nem szoktad megkérdezni, azt az elforszot megkérdezted valamelyik nap, és mondtam neked, mert akkor belefutott a dárdába, bejön, tudod, fekszem az ágyon, tudja, hogy ha valamikor olyankor nem kell itten, tudod, okoskodni, benne van, tudod, röpögnek, vagy 80 a telefonban, bejön, tudod, ott fekszek benne a hálóba, leül. Figyelj, hívj már fel, légy szíves, azért kéne egy Jordan. Mondom, mi csoda? Mi kéne egy Jordan? Felpattantam az ágyra, mondom, gyere, ide, tetszik le a telefon. Kivittem, kibasztam neked a 20 pár cipőt, mondom, jó, itt van a körömkefe, itt van a körömkefe, itt van a 20 pár cipő, szépen oda beraktam mindent oda mosoknak, és figyelj, estig súroltam. Jó, de úgy képzeld el, hogy nem úgy 20 percig, hogy mondjuk egy bőr, minden 20 bőr, és akkor azért mindegyiknek külön anyaga volt. Ezt nem szabad, ezt nem összekapcsolódik a azért lak rajta, meg a faszok. Hát megcsinálta, de tehát mennyire egyszerűbb lett volna, hogy nem érkezik be, tudod, hogy kéne egy Jordan, tudod, akkor bármilyen azok a tiszták a cipőt. Tehát azért így el vagyunk ám. De mondjuk is visszatérve engem azért, hogy itt minden rendbe haladjon, neked reggel hánykor kell, hogy felkelj? Én korán kellő vagyok. Én általában már ilyen 6 óra környékén már vagyok, akkor már elkezdem intézni a napomat, hogy mi vagy, hova megyek, mi lesz, hogy lesz. Ugye mostanában elkezdtem foglalkozni, van egy pár olyan ügynökség, külföldön is, meg ugye itthon is, aki ilyen ugyanaz a szisztém alapján megy, csak ugye ez az életben, mint amit ugye a Balog Leventék ugye a műsorban csinálnak, hogy vannak projektek, ugye azt megnézem, stb. Befektetek, megnézem, ezért tulajdonrész, céget alapítunk, stb. Stb. És akkor ugye csomó ilyen sztorit átolvasok, hogy mi az, amivel lehetne pénzt fektetni, mi van, mi nem, stb. És akkor így megy a
a sztori, és akkor ugye ez van egy csomó tárgyalásom napközben, de általában most már eljutottam arra a szintre szerencsére, hogy ilyen 10 napot dolgozok egy hónapban. Igen, de azt ne hagyd ki, hogy este te úgy feszel le, hogy a cipőd, a szert, amiben mész, az ügyek átnézve, minden este már megvan csinálkinak készítve, és úgy reggel felkezd, akkor, és úgy vagy készen. Igen, szóval tehát én nem én, mondom, én ki már előre kikészítem mindent. El kell mennünk Lauráért. 13 perc múlva vége az edzésnek. Hogy menjek már én is el veletek? Gyere! Várjál, elférünk annyi? Te a Jaggel megyünk el. Én megfogom a kamerát. Menjünk a Jaggizért? Aha. De hol látok? Eljeppeltük, Cset, eljeppeltük az időt a faszomba. Mennyi az idő? 47. Hallott, hogy a kutyusokat majd engedjük már be, ne legyenek már kint. Úgyhogy igen, reggel kikészítek minden. Úgyhogy ki van szipőm szépen rakva, ingem kivasalva, stb. Ja, és úgy nyomjuk. Úgyhogy így vagyunk. Na menjünk. Na induljunk. Jogsi nálad? Te tudod, hogy... Steve, te vezetsz. Persze. De mi kell? Jogsi. Le fogok fulladni! Most már nem kell jogsi. Nem kell jogsi. Persze. Miért nem kell? Megkérdezik, hogy hívnek, elmondom, hogy hívnak, beírja az meg, meglátja a pofádat, ott van a jogsi, mész tovább. Tehát ma már ez... Jól van. Gyerek állatra. Ez kurva jogsi. Induljunk. De szeretem a pólóját. Nagyon menci, nem? De rajta csak ilyen Robert, meg ilyen fullos anyagú dolgok vannak. Mit mondasz, az anyaga? Az megüti a szintet. Én már láttam az első perctől kezdve, hogy ez sikersztori lesz, tényleg. Tehát ezt már nagyon kitaláltátok. Mert tudjátok nekem még, mi tetszik ebben az egészben? No. Hogy tényleg ilyen, hogy most is nem az, hogy izé van, ilyen, már nem tudom, mi a tököm ez a Casio, vagy mi a tökömet vettem. Kis Casio. Kis Casio. Az? Kedvenc szóval. Tényleg? Mondjuk odáig nem láttam el. De hogy nem az, hogy most jöttél egy aranyórába, mert éppen bekerestél, vagy valami, hanem ugyanúgy szerények vagy. Hogy tényleg, ez szépen tetszik, érted? Ez egy nagyon komoly táska. Handmade. Csaba csinálta. Szóval, hogy ez a kedvenc. Kéz. Az azt jelenti, hogy kéz által készítünk. Szóval köszönöm, hogy tormácsolt, bazd meg, de tök jó. Mutatom külföldön, vagy mutatom apát, piegy. Hey, sir! Szóval, hogy mi egyedi cuccokat szeretünk. De nem tudom, nem tudom. Hát, nehogy nem, hát bazd meg. Tud angolul, de régebben még, Törökországban, tudod? Nem mutassátok a kódot. Hát azt nem mutatjuk. Az csak az irodában. Az csak az irodában linkeljük a kódot. Várjál, fiam, hogy jutunk be, bazd meg, ha innen kimegyünk. Én átlátom. Várjál, szerinted ez... Az nem mit de én átlátom. Mi lesz ebből? De nem átlátom. Nem tudom. Kellemetlenül érzem most valahogy egy picit. Hol van a izé? Hol van a laurálok a edzőterme? Hol van az edzőterem? Mennyi időre van innen? 25 percre. Most azt tudom, hogy hirtelen baszki, hogy hova kell menni a Lauráért. Mert attól függ, hogyha felkészülés van, vagy csak rendszerre megy, vagy ide megy, vagy oda megy, tehát nem is tudom hirtelen, de mindjárt majd kiderítjük. Norbi, hát jó kis padotok van. Hallod, ez izé? Ide, tudod, mint az öreg asszonyok, hogy ki lehet ülni nyáron, tudod? És akkor itt meg lehet dumálni mindent. És itt lehet nézni, mi történik az utcában. Itt megy a nagy bringázás este, tudod, stb. És akkor így gyülekezünk össze. Ide hozom az autót. Kimegyünk egy jót bringálni. Ezzel van, be tudunk jönni. Jó. Úgyhogy így nyomjuk a sztorit. El sem hiszem, hogy itt vagytok. Én ugye beszéltük, hát mondtam, hogy valamikor ugye meghívunk, meg tudod mi, nem szóltál vissza, hogy mi van a Dubajja. Dubaj. Ja, hát én azt nem hittem el, hát azt hittem, te viccelsz. Dubajba, tudod. De hát ezt át kell gondolni, Steve. Mert? Hát egy Dubaj, hát ez messze van. Hát azért nem gyalog megyünk. Hm? De ez mi? Ez hány nap? Szóval három nap? Három négy? Valahogy így. Én nem tudom, Steve. Még hát át kell beszélni. Még átbeszéljük. Még átbeszéljük. Ez azért nem tudom. Én még nem voltam ilyen messze, tudod, külföldön. Nem értem, hogy fosol a repcsi? Nem. Tényleg fosol? Egy kicsit. De repültél már? Egyszer. Egyszer Rómában. Akkor be voltál szarra rendesen. Hát mint a szar. Apának egyszer az volt, majdnem alatta a gép, jött haza Sánkán. Jó van, inkább ezt nem is akarom tudni, mit szóltok. Tényleg? Van pánik róla. Tényleg. Nem, de most meghívnál Dubajba minket. Persze. Kerszi! Kussolj már! Ez mi? Hát ez ki tudja valamit éppen.
Ne nézzen a Jaguar. Tényleg vett egy dízel kombi Jaguar, bazd meg. Leszok de mit gondolsz róla? Jó, bazd meg. Csak azt hiszem, hogy fehér, bazd meg. De ez fekete. Ez fekete, ez. Ez hót fekete Jaguar. Azért menci, bassza meg. Bőrös meg minden. Mit szól? Fakormány gyerekek. Én beülök hátra mafiózósba, jó? Én beülök, vagy ne. Nálad legyen a kamera, ülj be Steve mellé, mi beülünk hátulra. Jó, jól van. Na mi a helyzet itt? Na gyerekek, mehetünk? Steve vezeti a Jaget. Én kicsit... Bazzeg, most jött meg a kibaszott tárt, bassz meg, és te most tényleg leolvadunk itthonról? Maradj, gyorsan intézd el a tálat. Egy másodpercet kérek, srácok. Félreállok oda, jó? Bevisszük a tálat, jó. Hogy van a lüki az? Felhúzod és hátra. Felhúzod és hátra? Ide hátra. Oda hátra. Nem más tívet. Előjön. Hello, szevasz. Autópróbán vagyok, pont. Új autót veszel, Steve? Egy kicsit előrébb. Nálam soha nincs kápé, bazd meg, mikor motort megyek mosni. Baszd ki! Vegyél el bentről! Ú, gyerekek! Micsoda, figyeljetek, hanem, milyen izéje van ennek a kocsinak? Gondolj bele, hány éves ez? Ez 20. 20 éves. Bazd meg, és mi a faszom történt ide? Hát ez leolvadt kicsit. Nyári melegben, fekete autó, mert igazából ez nem fehér. Gondolj bele 20 évvel ezelőtt. Gondoljatok bele 20 évvel ezelőtt, tudom én, csecsemő voltál, ott üvöltöttél a muternak, hogy gondolj bele, és ez a csávó, akkor valaki megvette ezt a Jaguar, és azt mondta, hogy azt a kurva, figyelj bazd meg, itt ezt meg lehet nyomni, meg mi. Ez amúgy nagyon menő lehetett akkor. Nem volt olyan, csak szólok. Hallod? Hallod, megyünk itt egy kört. Készülj elé, légy szíves, jó? Laurát meg hozast... Igen, Laurát meg hozast haza. Mi? Szeretném én is látni, de nem megyünk el a... Figyelj, hogy legyen? Laurát hazahozatom. Jó. Ez a kaja akkor jó, hogyha, mit tudom én, meleg. Igen, meleg, ja. Tehát, hogy eszünk egyet, és akkor megyünk itt egy karikát. Szóval visszatérve, tényleg ez egy nagyon nagy sztori. Tényleg, tehát az, hogy... Prime évegek azért vannak. És tényleg azért, figyelj, be van még most is. Nem, srácok? Hát én nagyon imádom. Figyelj, körbeeső, minden. Zene van benne? Tudod, az volt mindig a kérdés, mikor beültek. Bazd meg, is van benne zene? Oda néz. Michael Jackson. Gyerekek, ez ötös. Hát ennyi, miről beszélünk? Teljesen jó. Jacko. Szóval, hogy itt jó hangulat amúgy alapvetően. Retro rádió megy. Halljátok, srácok, egy képet tud gyorsan. Hello, szevasz. Ciao. Lőjön tűz. Aha. Hát igen. Átvette Steve a kamot. Na nyomjunk egy képet. Ez az, amikor felismerik a srácokat gyorsan és leveszik egy jó képre. Azért megtiszteltetés, azért az első kocsiját vezethetem a KDS-nek. Nem semmi. Ez olyan volt, tudjátok, még a Szilvinek először vettem az autót. Mondom neki, van jogsit? Persze, hogy van. Jaj. Akkor kerültünk össze, nem régóta voltunk együtt. Épp mesélem itt a nézőknek, hogy a Szilvinek, mikor vettem egy ilyen kis Damon Corzát annó. Előkészítettem úgy a terepet, tudod, hogy bevittem a szalomba, már ki volt fizetve az autó, tudod, minden, és akkor bevittem a Szilvit, mondom, figyelj, ilyen kis autó jó lenne neked. Hát, nagyon szép, nem, ez nagyon drága. 2,7 millió volt, akkor sosem felejtem a kocsit. És akkor mindegy, szóval úgy intéztük ott a csávval, az aladóval, hogy na jó, akkor ez övé lesz, meg mit tudom, Common Corza figura, stb. Mondom neki, jó, akkor figyelj, tiéd ez a kocsi, álljál ki a szalomból. Beül így, azt mondja, hogy igen, azt mondja, melyik is most a fék? Ránéztem, mondom, te ez most komoly, baszod? Azt mondja, igen. Azt mondja, most akkor melyik a kupló meg a fék? Hát mondom, bazd meg, mondom, elkértem a jogsit, mondom, ajd el a kurva jogsit. Tényleg, bazd meg, nem tudsz meg. Figyelj, elkezdtem, kellett fogadjak egy csávót, és egy ilyen oktatót, tudod, aki ott hordtuk, vittük, tudod, hogy megint visszarázódjon, mert akkor egy jó pár éve nem vezetett, tudod? És figyelj, a nulláról kezdtem, na, nézzük meg! Fiam, be vagy, bekötötted magad? Nőd, de ezt így. Kíváncsi vagyok. Remélem, azért nem gondolod le itt. Ezzel nem lehet úgy gyorsulni. Ez hány lovas különben? Ez mi, ez dízel 2000?
Dízel 2000, igen. Igen. Hoppá, ó, fickos az élet. Ha, faszán megyünk. Hát ez figyelj, hibátra. De azt néztem, a féknek nem volt válla, tudod, a féktárcsának. Tehát azért ez le van szervizelve, faszán. Hát figyelj, szeretem. Nyilván, megyünk, hopp, egy kicsit már rosszabbá. Kézzé. Mit akartok? Ez szedi a lábát, meg egybe van. De hogy a muter elengedte, hogy elhozza? Arról volt szó, hogy ezért van, nem lehet járni a Verdával. Csak ott szigorúan otthon, majd Szolnokon lehet. Hát azért, mert most már kezembe vettem az ügyet, megmutattam neki, hogy... Mit mondtál, Muterna? Hát elmentem egyszer-kétszer Egerbe, fel-le, azt nem lehet csak így ilyen részletekbe felhúzni, de ennyi baja van. Óriási gyerekek. Jézusom, már nem Forma 1-es vagy? De mit akartok? 20 éves autó, és nézd, milyen jó megy, mint a bomba. Mint a bomba. Hát az, hogy mint a, megy, mint a bomba, az így nem igaz, de figyelj, A-ból B-be el lehet jutni, nem, és ez tök jó. Bakker. Kati néni, hogy bőzett? Norminak itt volt a sulia. Gyerekeket, ezt el se hiszem. Hát halkítsuk le ezt a rádiót, vagy mi ez itt? Pikpakkot lennénk Lauráért. Már mindjárt ott vagyunk. De most oda megyünk? Fölkapjuk a laut végül? Hát akkor megyünk. Akkor nem intézkedtél? Hallod, te most tényleg ide hívtál egy srácot, hogy izé van? Nem hívtam, de nézte a streamet. Ja, nézte a streamet. Elképesztő. Na még itt ki is előzünk egyet. Apukám, ne viccelj. Lehet vele? Mit? Lehet vele azért. Hogy a teljesen jó, első autónak most nem. Figyelj, ott jól néz. 100-an robogunk itt a lakott területen. Ja, ez nyilván ingém. Ez nyilván ingém. Ez olyan gyorsan megy, hogy figyelj, nem lehet lassan menni vele. Oly, és milyen rég vezettem kézi váltost. Istenem, de szeretem. És milyen jó a váltója, gyerekek. Finom. Nincs az, hogy bizonyos, bologatni kell. Nagyon jó. Ezért, igen, azért érezni a futómű azért az nem mai csirke. Azért itt azért a gödröket. A zöld parkba hogy ülnek a hosszak? Befaroltuk. Hallottuk azért, hogy nyúlik a kanyarokba? Óriási gyerekek. Azért lehet nyomni hogy ezzel. Szeretnéd. Az mindjárt frontális, tudod. Nem úgy van az. Kikerülünk mindenki. Jól vezetek, kapca. Azért ez kemény. Hallod, itt van a Laura ebbe a tánc terembe, fiam. Micsoda, itt van, hogy balos. Tudom, baszod. Jaj, befarolt. Ne lehet így is venni ezeket a kanyarokat. Figyelj, tudja a Verda, látod? És meg is érkeztünk. Nem tudok szólni neki. Vigyázz, pokol! Nagyon jó. Nagyon jó volt. Hallod, de kurva jó a gép. Jó? Figyelj, én nem tudom, hány éve nem vezettem csak automatát, tehát egy kézi váltót. Na, akkor már csak tetszik. Ez ennyire nem ugrottunk elé, azt hittem, hogy messzebb van. Én azt hittem, meghalok, Chat. Kapaszkodni kellett az hát, mint a szar. Halosztik majd, hogyha Laura itt fog ülni hátul középen, majd ne veres már ilyen izéket, kanyarokat, léci, már össze-vissza dőlünk. Hallod, ne jössz be vele? Nem. Nem jössz be vele? Menj már, csináld a dolgodat, a jó Isten áldjon már meg, fiam. Csak hozzuk Laurát, ezt ennyi. Hallod, ez megy a klíma ezerre? Hát komoly klíma. Ne basszál már meg, van klíma benne, mint minden? Nem, tényleg most viccet félretéve, ez tényleg fasz a kis gép. Ez jó vétel volt. És egy gurt. Uh-huh. Egy vécsi ér. Igen. Kurva jó, baszdmeg. Igen. Képzeld már, egyszer apával rá kellett menjünk a szervó kormánynak valami folyadékja elkezdett csöpögni, rámentünk, kicseréltük, azt mondták a szervizbe 200, kicseréltük mi 70-ből. Ennyi. Mert ért, apa mindenhez ért ilyen ezermester, fater. Tényleg is, de ott, ahogy a lakótelep előtt, oda, tudod, hogy levittétek a plédet, oda kiterítettétek a szerszámot. Hát van garázs, azt akkor van. De mi a lakótelep aljában, meg minden? Igen. Hát nem Pesten, Szolnokon. Hát úgy értettem, baszott. Hát. Nem, hát ott van hátul garázs, ott van egy műhely apának, azt ott minden egyszer úgy megnézném, hogy hol laktatok. Jó, tényleg? Majd egyszer. Nagyon kíváncsi vagyok. De itt van Szolnok közel. Hát én tudom, hogy közel van, csak hogy egyszer úgy megnézem, hogy kíváncsi vagyok, hogy honnan indultatok. Ez nekem az fontos lenne, hogy lássam. Ilyen Tallinn városrész, ilyen telep. Ilyen négy emeletes beton. És milyen érzés, hogy hazamenni egyébként? Jó, tehát, hogy hazamentek, mit tudom én,
ott összefuttok mindenkivel, azért most már, mit tudom én, már nem Dávid, hanem az egyik okos, mit tudom én, tehát hogy ez milyen érzés? Nem hogy, teszünk hogy... amúgy különbség. Amúgy a barátaim nekem nagyon jó barátaim vannak. Jó, nyilván, tehát aki, csak ugye így most, hogy is mondjam nekem, hogy, tehát hogy nyilván a gyerekkori barátaimmal én már így ugye nem tartom a kapcsolatot, vagy nem tudom, hogy hol vannak, vagy nagyon kevéssel vagyunk így úgymond Facebookon ismerősök, de hogy milyen érzés nektek, hogy ti azért nem olyan rég volt az, hogy ti még együtt bringáztatok a telepen, meg mit tudom, facisztatok, meg ilyesmi, és ugye azért most így találkoztok, hogy nem mondják, hogy megváltoztatok, vagy a pénz esetleg megváltoztatott, vagy szóval, hogy érted, van egy jaguárod 20 évesen, igen. Mit tudom, én van 50 millió spórolt pénzed, KP otthon. Mire beszélünk ti? Hagyjuk már. De amúgy van, bár csak így lenne, de majd befektetsz a kétokos részvényekbe, ha adunk ki részvényeket? Esküszöm be. Akkor gyerekek részvénytársaság lesz a kétokos. Én az a helyzet, hogy én szerettem volna iszébe is, ugye a pólókban is, meg mindenben, hogyha lehetett volna, de hát ugye... De Steve, nekünk nem az a legnagyobb befektetés, hogy odajöttél, és mindent, meg is mondtuk a streambe, hogy te semmire nem mondtál, nem? Mert ott voltál, még amikor újra akartuk venni az egészet, akkor is. Igen, az a helyzet, hogy nekem az nagyon-nagyon sokat számít, vagy az nagyon tetszik, hogy ti kevés fiatalok egyikei vagytok, akik akartok valamit, valahonnan valami, és ez van egy elképzelésetek. Ez olyan kevésbé lehet föllelni a mai világban, és ez annyira rossz egyébként. Tehát, hogy mindenki van, mindenki foglalkozik a másikkal, te most ezt csinálod, azt csinálod, már megint új kocsit vett, nézni a kurva anyán, de hogy ahelyett, hogy ő is valamit kitalálna, értitek? Tehát, hogy sokkal egyszerűbb a szomszéddal foglalkozni is. Ja, igen. Itt ez a fiataloknál is most így van valahogy, hogy mindenki szeretne gazdag lenni, híres lenni, jól kinézni, még tudom, minden szeretne lenni, de ugye valahogy az elmarad, hogy tenni is kéne érte. Mm-hmm. És mikor ugye nagyon sok évvel ezelőtt, mint még a videózásunk elején, ugye van az a mondásom, amit tényleg én találtam ki, hogy tenni kell érte is nagyon akarni, akkor ez tényleg erről szól, hogy ha, tehát hogy mit sem ér az egész, hogyha nincs tenni akarás. Aha. Jó, de ez azért más, mert sokan ezt azért kezdik el, meg én azt látom a mai fiataloknál, hogy azért kezdik el, mert én híres akarok lenni, mert én pénzt akarok csinálni. De ugye mi meg azért csináltuk, meg azért kezdtük el, mert mi meg szimplán átélni szeretjük ezért, az élőt. Ezért tartotok ott, ahol tartotok, mert egyébként meg tényleg így van, hogy a milliárdos is úgy lesz milliárdos, hogy úgy lesz valaki gazdag, hogy észre se veszi, hogy ő gazdag lett. Tehát, hogy mész, teszed a dolgodat, csinálod, azt egyszer csak körülnézel, bassza meg. Már van ennyi pénzem, vagy ekkora értékem, vagy nem tudom, és akkor megint mész, csinálod, megint körülnézel, megint. De hogyha pénzt pénznek látod, akkor a büdös életben nem lesz semmi. A pénz az egy olyan dolog, mint a kovácsnak a kalapács, vagy a harapófogó, az egy eszköz. És hogyha azt valaki pénznek látja, akkor megette az egészet a fene. Visszateszem a klímát, baszki meg. Megsülünk. Oda lettem itt. De most itt nem nagyon lesz itt. Jó, így jó lesz. Jó az így. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes töltet. Figyelj, ott jön a két srác. Nézzük. El fogunk borulni, ez a biciklivel. Nézzük a streamet. Szevasztok! Mi a helyzet? Jól vagytok? Mi a helyzet, írsai mókusok? Szevasztok! Honnan tekertek rájuk? Cső! A pályától! Cső. Pályától! Néztétek akkor a kétokos live-ot ezerre, mi? Mi van a kicsi? Álljöttünk ide! Remélem a lábom én! Hozzászólnak egymáshoz, szevasz köcsög! Mi van köcsög? Jó köcsög! Öltözik? De jó edzése volt Laurának! Srácok, nyomjátok, jók legyenek! Na, benne vagytok a live-ba, jó? Jó, köszönjük! Puszilunk titeket, ciao. Jó bandázás! Jó, köszönjük! Úgyhogy igen, tehát, hogy ez a nagy különbség, és... Nem, ők ilyen kis arcok, tehát ilyen fiatalabbak. És oda néz most egymás, oda néz, ott jön a otthon haverja, látod, hogy elment itt? Ez a Norminak a példa, ez a példakép a Norminak. Nem példakép! Nehogy átmegyek itt, nem be, innen átudod. Motoros! Így, úgy, meg, izé. Azt mondja nekem a múltkor, hát ő kimegy egyet csak úgy motorozni, érted? Az kimentem a 250-esre. Érted? Mondom, az meg ne tudja, hát mondom, öreg, szó sincs rólad, mondom, ez bűncselekmény. Na mindegy, szóval, hogy igen, visszatérve tényleg ez az, ami nekem, amit tényleg felnézek rátok ebből a szempontból, hogy tényleg szeretném, hogyha tényleg az ember
közel az 50-hez, vagy 50 évesen azt látja, hogy ugye most már azt mondom, igen erősen a B oldalt futja az ember, és szeretne valamiért, hogyha már élt az életben, valami dolgot esetleg örökül hagyni, vagy ilyesmi. És azt mondom, hogy ez az egész social media annyira megváltoztatta az embereket. Tehát van, akinek ez előny volt, van, akinek borzasztóan hátrányos, hogy ténylegesen most 11 és fél évig egy 60 éves, ha most minden így maradna, egy mai 65 éves ember 11 és fél éven keresztül az életéből csak a telefonját nézi. Előttetek van, hogy ez milyen hosszú idő? 11 és fél év alatt el ki lehet tanulni sulit, szakmát, egyetemet, mindent, értitek? És így megy el az élet mellettük. Nem véletlen, hogy most az amerikai kongresszus beszünteti a TikTokot. Persze most ez még nem jogerős, mert ugye 9 hónap van ugye fellebbezésre, tehát 9 hónap után kiderül. Tehát annyira durva sztori lett ez, hogy már mint egy digitális drog. De jól teszik, hát nekem, én most töröltem le az én telefonomra a TikTokot, mert én volt, én teljes nap elment azzal is. Ezt mondom. Tehát, nem hogy az, hogy TikTokoztam, csak hogy a telefon néztem. Gondolj bele, hogy mit tudom én, elkezdesz mondjuk kiskutyás videókat nézni. És abban a pillanatban, hogy észreveszi, hogy neked a kiskutyák a gyengéd, abban a pillanatban elkezd a kiskutyákat dobálni, tudod neked. És egyszerűen, hogy az a kedvenced, nem tud abba hagyni. És ja. Csak nézed, és vége a sztorinak. Nem tud elvenni a fejedtől a telefon. Vannak olyanok, aki belesétál, érted, a szakadékba, miközben nézi, érted, a videókat. Van, aki kimegy a kocsi elé előtti, van, aki az oszlopnak neki megy. Tehát, hogy egészen elképesztő sztori. Tehát, hogy ez már a digitális dolog. Főleg jó zene van hozzá, gyors minden azonnal történik. Nehéz sztori. Hallod, fiam, most ez komolyan, meg nem mondtad? Nem tudom, bementem, aki nézze zenéket, hallottam. Csak azért, mert a kaján, tudod, meghívjuk a két okos kajálni, minden érted, és az meg most mi van, érted, hazamegyünk, érted, mit tudom én, hideg a kaja, jó mit lesz, tudom én. Berúgdassam az ajtót a táncterembe, vagy mit csináljak itt? Nem, csak mondjad, hogy Lau, várnak, gyere légy szíves. Nem kell még kisminkelni, tudja, hogy lájvalunk? Mit? Nem mondtad neki? Nem találkoztam vele. Csak a zenét hallottam. Hát mert ugye most ugye nem tudod a bemenni, vagy ilyesmi. Ja, hogy nem az, hogy 7 órakor van vége? Hát oké, csak tudod itt még akkor jó, és akkor a jövő héten még ezt a mozgást még újra vesszük, meg így, meg akkor ilyen ruha lesz, meg most már a Laurának ugye van egy saját kis csoportja, akivel még ugye külön szólóba is indul, meg van egy kis táncos brigád, akkor ott elmondja, tudod, mint egy jó tanítónéni, hogy kell, mind kell, így kell, úgy kell. Steve imádja a táncedzéseket. Azért nem tudtam megfogni a filmbe a két okost. De ez akkor reális. Abszolút. Reális. Szevasz! Ciao öreg! Mi a helyzet? Szevasz! Találtunk egy képet. Aha, gyere. Csak most nem akarunk kiszállni, de gyere ilyen selfie-re. Nem mondod, hogy te is ilyen kisrácként nézed a két okost? Dehogy nem. Esküdj meg. Nagyon menő kis sáv vagy. Hány éves vagy? 12. Hogy hívnak? Zsombi. Nagyon kemény menő sáv volt. Tudom. Ott figyelj. Figyelj, önbizalmad legyen, a többi nem számít, hát szokták mondani. Ezt így kell csinálni. Várj, én itt teszek hátul. Bazd meg, olyat tekertem. Hál' Istennek. Figyelj, szerintem kap fel a cangát az útra, nagyon ledobtad. Na jó legyél! Szevasz! Elősenek! Neked is pacsi! Máté! De hát adjál már neki pacsit, baszol! Szevasz! Mennyire menő kis csávó, úgy bírom az ilyeneket. Bazd meg, szevasztok, ott tekertem, vágod? Minden. Nyomjál, bazd meg, figyelj, itt mindig az a lényeg, hogy le kell az egész szélvédőt szárítani, mert különben végre látunk. Hát látod, ezt meg lehet mindent oldani ebben a kis jackben. Hallod Normi, ki fog külni a kaja, és Laurának nem szóltam. Neki szóljál személyesen. De tényleg, mondom a táncedzés, ez légy szíves, figyelj! Szerintem én helyedben azt csinálnám, mert különben, figyelj, soha nem megyünk haza. Lehet, hogy még tart még egy edzés, honnan tud biztosan. Hát lejjebb ezt egy kicsit, légy szíves. Te most szórakoztok bazd meg, hogy eljött anyád is a kislányért, bazd meg azt nincs. Na már mindenki, azt nincs is itt van. Bazd meg, ezt nem hiszem el. Akkor anyádnak azért köszönjél. De akkor te maradj. Igen, mert mondjuk a telefonomat otthon hagytam. Persze. Ja, ott hagytam a telefonon, az ki. Érted, és izé van. Anyuka biztos, hogy hívott ezerre. Hallod, otthon érted, hűl ki a kaja, és izé van.
Ja, jó. Kommentünk. Jó. A Vikicsi Mikcsit is haza kell vinni, jó? Szóval én már nem fog beférni. Basszátok meg, szegény Dávidnak a kocsijából érted, kipufogtattuk a gázolajt. Jó, menjünk a benzinkútra szerintem. Milyen benzinkútra? Nem kell, ez most tankoltam tele. Jól élünk. Ez most tévedi, ez a mi hibánk, mert most mi megleptünk téged, most így belecsöppentünk így egy random napotokba, szóval azért... Hát figyelj, ez tényleg egy ilyen sztori most, hogy itt na, menjünk akkor haza. Hirtelen itt, figyelj, ez itt Albert Irsa, figyeljetek, olyan mint a többi telepítés. Bele van szakadva. Hát igazából azt akartuk mindenképpen, hogy amikor hazajössz itt a motorozásból, akkor már mi meg tudjunk valamivel lepni. Hát aztán, sikerült. Aztán ott azért nem számoltattál, hogy ott leszünk a tetőn. Abszolút nem, tényleg. Tehát én egész délután, sőt még délelőtt is ugye kerte voltam elfoglalva, ilyenkor, mikor jön a jó idő, mindent tud letakarítani, kivinni, gyomlálni, mindent rendbe tenni. Gyerekek, ez nagyon jó ez a kocsi. Megy? Nem is az, hogy megy, meg az megy. Hozd meg! Inkább kapaszkodok. Úgy teszi a dolgát. Csak az, hogy jó állapotban van. Tényleg, a váltó is, gyerekek, esküszöm, ritka ilyen jó kis kézi váltóval rég találkoztam. Na, köszönöm szépen. Ez végre komoly. Valaki elismeri itt a vételemet pedig. Olyan jó, figyelj, tényleg a kuplung is nincsen. Pont akkora volt játéka van, amekkora kell. Nagyon mindenhol veszi a sebességet, olyan, mint a baj. Tényleg. Hát na, nem is kell ide új autó. Hát igen, azért itt már, ha nem váltod el, akkor hiába forgatgatod, mert itt akkor izé van. Vissza egy kettes, figyelj, eltiporjuk neki. Azért nem úgy menjünk a BMW, valljuk be azzal, mert a falba lennék. Hát igen, gurulgatni lehet azért gyorsan menni, nem lehet azért annyira vele. De figyelj, tök jó. Na fiam, akkor figyelj, majd a Dávidtól átveszem neked, majd a lesz jobb sír. És ezt is elállom. Annak óriási, hiszen nem lehet ezt lejjebb venni, csak hogy vagy így fúj, vagy sehogy vagy. Hát először be kell, hogy hűtse itt a dolgokat. De ezzel nem lehet itt lejjebb venni? De, ezt itt kell. Ja, hogy ne legyen. Hát először nyilván az kell, hogy a légkondi lehűtjét. Jó, negyedikbe megyünk, megkapja az ötöst, tudja a dolgát, nem recseg. Kapja az ötőt, és vagyunk a izé. Visszadumál a kipukó. Esküszöm. De ő is versenyzik. Meg elkapjuk a csávót, bazd meg. Nagyon megy itt előttünk az öreg. Bazd meg, mennyivel megyünk ki, bazd meg. Hopp, egy ötös. Kellett neki. Öt sebességes vagy hat? Öt. Vissza leváltsuk Rickardsből, akkor. Figyelj, azért ekkora amatőrnek nem nézel, ugye? Nem, meg azt nem is lehet. Egy ilyen kéziváltós autóval annó kiártam a Forma 1-re, volt egy eres fókuszom, figyelj, szétszedtük darabjára az autót, és abban az időben ugye rallycrossban még versenyeztünk is. A lényeg, hogy kiártam a Hungaroringre, és úgy kerestem pénzt, képzeld el, ez 99 volt az év autója, nyisd ki a kaput, fiam, hogy be tudjunk állni az udvarra, oda hátra. És az volt, kérlek szépen, hogy ezeket a Fordokat elkezdtük ugye tuningolni, levegőszűrő, stb. Ilyen Rieger küszöb, szárny, stb. És akkor volt ugye a legtöbb ilyen céges autó, fókusz. És képzeljétek, kimentem a gyorsulási versenyre, elkaptam egy-két jó versenyt, stb. És figyelj, annyi cuccot eladtam, annyi motyót, hogy kimentem, figyelj, és hazamentem 5 kilóval abba az időben. Hát neked már hány bizniszed volt? Most nem az én mondom. Nekem most is nagyon sok van. Volt egy pár. De csak az olyan bizniszeket szeretem, ami nem időigényes. Basszátok meg, tényleg most itt jól megmostam a két motor, bazzeg, azóta is itt van kint. Na! Szépen ide beálltunk a parkolóba. Jó kör volt, Steve. Figyeljetek, tényleg jó volt. Na, nagyon jó. Köszönöm szépen, legalább valaki szépeket mond. Tényleg fasza. Hú, gyerekek, meg lehet. Gondoltad volna, hogy mi tetszik a Steve-nek az autó? Nekem? Nekem is az a gondot. Üljetek már föl lá, csak hogy nézzel meg, hogy néztek ki rajta. A motorra? Igen. Na várj, akkor fogja meg a kamerát a Norman, és akkor felülök a... Fogjad apa a motort. Hallod? Csak el ne fordítsd, arra figyelj. Mondjuk ez egy nagyot nekünk, nem? Ezen bőle? Hát figyelj, nem, de
Úgy? Lábad leír egyáltalán? Ja, le. De hogy emeld föl, tehát hogy tényleg úgy, hogy most oké, hogy most így ülsz rajta. Na nézzük. De te ülj fel arra. Hát most először még ülj fel. Az, hogy egyenesíts ki, tehát hogy rendesen. Egyenesíts, ja, így? Igen. Jaj. Majdnem dőlt a motor. Én már később felszállok egyelőre, és helyre figyeljünk. Furcsa. Milyen érzés? Én még életemben nem ültem motoron, de tényleg? Én még nem ültem motoron. Komolyan? Ez az első motor, amin ülök. Abszolút nem ültél még egyáltalán motoron? Nem. Meg lehet indítani? Jó van. Én most nem fogom megindítani, ha arra válsz. Hát, én rendes félek a motoron. Nekem nincs jogsimel, hát, gyerekek. Hát, elindulni nem fog onnantól, hogy izébe van sebességben, hogy nem indul el a motor, nem tudod ellökni. Jó van, én azt tudom. Azért jó, hogy most lehetem, de hallod, de te be tudod indítani. Neked van rá jogsid. Ezt tudod intézni. Mert? Hány köbcentire van jogsid? Nem lehet erre jogsid. Hogy ne lehet? Hát hogy? 25 évesen. Ez ide profizékkel már. Ja, hogy ez olyan. Korlátlan jogsik erre. Ez olyan, hogy mikor izé van. De hát magánterületen azt csinálsz, hogy fölemeli magát, tudod? Ez úgy van, hogy ez direkt most leengedi magát, és akkor beindítod, akkor meg fölemeli magát. De ez mind a kettő nagyon komoly motor. Hát ez a két legkomolyabb most, ami van. Ezért a minőséget gyorsan 4G-re vagy, mert wifi-n vagyunk most, nem? Várjál. Itt full izéről megy minden. Most mobilnetről megy szerintem. Ja. Jó, király kis motor. Amúgy de egy bizonyosan a minőség. Ez nekem ez barátságosabb, mint az lehet azért. Tetszik. Eddig is 600 bitráta volt, bro? Nem, aha, de minden ment faszán. Eddig 900 volt. Hát jó szar, na mindegy. De nem lehet a minőség. Tényleg? Na. Hát menjünk, dobjuk fel wifi-re. Jó, és akkor hogy kell ezt amúgy vezetni? Hát úgy kell vezetni, hogy ez a kuplung, ugye ezt behúzod, beteszed az egyest. Az egyes az ott lent van, ott lefele egyet nyomsz, ott van az egyes. És akkor, hogyha már egyesbe betetted, ugye elindultál vele, akkor már nem kell kuplungot, mert ugye szekvenciális váltó mind a kettő, hanem húzod a gázt, és akkor föl, itt pam, 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 tudod, fölfele lögdesed. Mikor lefele váltasz, az már tudja úgy is, hogy gáz húzol, és akkor lefele, de akkor ugye egykerekezel vele. Ha meg gyakorlatilag ugye elzárod a gázt, és akkor visszarúgod. De azt mész ezzel 200-zal, azt jön a szél a fejedbe? Hát vagy így, jó, szerintem menjünk be. Ezt majd megtanulod később, tesi, mert most szétesik a kép, mert minden megszerintem még mielőtt leuráljék az olyanek. Csatlakozzunk át a izére, wifi-re. Itt olyan tisztaság van itt kifelel a háztartásért. Anyuka főnök itt van. Anyuka, főnök. Néha a porszívózást én szoktam nyomni, anyuka azt nem szereti. Szobámat én csinálom. Úgyhogy, hát normitól úgy csinál szobájában rendet, hogy majd menjünk föl egyébként. Nézzétek meg egyébként, hogy milyen a Norminak fel. Már voltatok fel? Jó a kis szobály, nem? Elég követ, akkor a kintén. Na srácok, most jó. Szerintem amúgy már mi körbenéztünk, de ezt figyeljétek, milyen jó kis vacsorát kaptunk itt családias környezetbe. Sajt, saláta, töltött hús, minden. Oda megy, figyelj. Nagyon hozzá. Gyere itt! Gyere! Valami. Szia, Laura! Szia! Szia, pont live-alunk. Hoppá, de a semmiből jött. Nem értem, de hát... Hagyj engem békén, te soha. Ne várjál sem. Srácok, nem tudom, jó most a live? Jó most a hang? Na, úgy szikarán, hogy éges? Te múgy, de? Három illatra látom, de várjátok. Hát, állj, neked kell egy pólót. Akkor Laurának adnod kell. Gyertek, üljetek le enni, majd én intézek, gyere Máté, csütve. Vacsorom után. Én intézek minden. Azt majd intézem. Oké. Szia, mamca. Hello, szia. Hello. Anyuka, nagy lágok. Na szerintem pont most már itt mindenki megérkezett ilyen családias környezetbe, szerintem innen köszönünk ki szerintem. Ja. Mert már ez itt túl személyes, srácok, ahhoz, hogy itt live-oljunk. Nem. Meg akartunk igazából, Steve, téged lepni a pólókkal, szóval azt meg tudtuk csinálni. Nagyon jó. Figyeljetek, esküszöm, ajánlani fogom mindenkinek.
És most ma keresetek egy kis pénzt is, így, hogy lejöttetek, mert ezt elfogadom ajándéknak, a többit meg ugye mindjárt kitalálunk. Annyi, hogy a Balázsnak a pénzét azért vegyétek le róla, csak a azért. Jó. Azt intézzük. Jó. Az üzlet. Chat, még ha élveztétek ezt, akkor még lehet content, még majd beszélünk Steve-vel úgyis, lesznek itt nyáron dolgok, de köszönjük, hogy itt voltak, várjál, fordítsuk meg ilyen selfie-be. Köszönjük, hogy itt voltatok, srácok. Van még amúgy póló, már az ilyen visszaküldött darabokban nagyon kevés, aki szeretne rendelni, W-Clothing, vagy a Balázsik szoldalán ott van. De igazából köszönjük, hogy itt voltatok. Szerintem jól sikerült a prank, és el is kaptam egy szúnyogat. Ott van még egy szúnyoga. Na, és szerintem jól sikerült minden. Laura, te köszönsz ki. Te köszönsz ki most, Laura. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok ebben a filmben. És hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel. Én Laura voltam. Szaboljatok fel. Mindenki szaboljon fel. Ő pedig Norman. És ki volt még itt? Sziasztok. Sziasztok.